Köszöntöm Önöket, és köszönöm szépen, hogy eljöttek a Hívó István Közéleti Társaság összejövetelére. Szóval egy nagyon aktuális, izgalmas témát tűzünk ma napirendre, a külpolitikát. Ugye miniszterelnökünktől tudjuk, hogy ez lényegében pávatánc. Valójában, ha önök utána néznek, mi is a pávatánc, ugye a páva fiú kimereszti a gyönyörű szép, hál' Istennek, itt nem kell máshogy fogalmaznom, tollait, és dürrög bizonyos szexuális célokkal. Nem gondolom, hogy a miniszterelnök feltétlenül erre gondolt, amikor külpolitikát emlegetett, de ennek ma már nincs is jelentősége, mert ami most folyik, az szerintem páva rock'n'roll, és már a dűrögéshez valami kevés köze van. Szeretném bemutatni a beszélgető partnereket. Arakovács Attila, külpolitikai szakértő, különböző helyeken, most például a többek között a DK-nál is, de nagyon régóta külügyi területen dolgozik, és ír cikkeket a Narancsolványra. Illetve Eszbíró Zoltán, aki külpolitikai szakértő, és egyébként pedig Oroszország szakértőként szokták állandóan beírni a Klubrádió műsorában, amíg én ott műsort vezettem, de egyébként azóta is. Nagyon sok téma van, és hát valahol a dolgot azért mégiscsak el kell kezdeni. Én szeretném kezdeni azzal a bajjal, amit Amerika irányából fenyeget minket, hogy ennek az az egyszerű oka van, hogy itt korrupció van, és az amerikai cégek nem jutnak egyről a kettőre, vagy pedig egy geopolitikai játszma kellős közepébe kerültünk, aminek ez az egyik kifejeződése. Attila, melyik? Egy kicsikét távolabbról kezdeném. Igen, nél is. Igen, tudnék, ezek mind benne vannak. Viszont az egész folyamatnak volt szakaszosan zajlott le. Tehát Amerika a jelenlegi álláspontja az nem egyik napról a másikra alakult, és miért nem? Több diplomatával beszéltem, akik az elmúlt időszakban, különösen az elmúlt hónapokban azt mondták, hogy nekik tényleg elegük van mindazzal a magyar valósággal és a jelenlegi magyar kormánnyal, de ha reálisan fogják fel a dolgot, akkor szembe kell nézzenek azzal a ténnyel, hogy két dolog között választhatnak, vagy Orbán között, vagy a káosz között. És ők nyilvánvalóan ilyen esetben nem tehetnek más, mint sem, hogy Orbánt választják, legalábbis tűnik, mert nem akarják azt, hogy az ország egy káoszba fújdaljon, és tulajdonképpen a legrosszabb forgatókönyv valósuljon meg, Jobbikkal és minden egyébben. Na most a dolog természetesen átlépett egy másik fázisba akkor, amikor Oroszország és Amerika kapcsolata olyan mértékben megromlott, hogy mind a két ország végül is visszanyúlt azokhoz a jól bevált módszerekhez, amelyek a hidegháború alatt idején alakultak ki, vagy váltak elérhetővé, és gyakorlatilag egyként visszanyúlnak egymáshoz, és ez nagyon lényeges abból a szempontból, hogy ennek mentén kell, meghatározzák, és meg is határozzák már azt, hogy ki a barát és ki az ellenség. Na most azok, akik szövetségi rendszerben, rendszerükben beletartoznak, azok már erős módon elvárnak egy szövetséges hűséget, de tulajdonképpen még azoktól is, akik ezen kívül esnek. Nem véletlen, hogy például a posztszovjet térségben is meghatározó elemévé vált a politikának az, hogy hogyan viszonyul Moszkvához vagy Amerikához. Nem véletlen az, hogy az ukrán események ilyen eszkalálódása az egyértelműen ebbe a hidegháborús képbe illik bele. Tehát eljutottunk oda, hogy egy olyan helyzet produkálódott, amiben már nem egyszerűen Orbánnak az alternatívája a káosz, hisz egyre inkább látjuk azt, hogy az Orbán rendszer működésének a velejárója már a káosz egyre inkább. Ezt, hát nem mondanám azt, hogy segítettek erre rá, de ezt tették még evidensebbé az magyar ellenzék helyett az amerikai döntések,
az, hogy kitiltották ezt a hat embert, és nyilvánvalóan megígérték azt, hogy még számosakat fognak kitiltani, hogyha a dolgok ebbe az irányba hatnak tovább. Ez bizonyos értelemben megingatta tulajdonképpen Orbánnak az egész világrendszerét. Ez volt az a sarkolatos pont, ahonnan ki lehetett billenteni. És látjuk jól, hogy tulajdonképpen ezzel a helyzettel nem tudnak mit kezdeni. Egymás után hozzák azokat a döntéseket, amelyek számukra a legrosszabb. Tehát az, hogy kiállnak a kitiltottak mellett, hogy nem hozzák nyilvánosságra azokat a tényeket, amelyek ma már napvára világosabbak, és amelyek azzal fenyegetnek, hogy megjelennek a sajtóba. Tegnap a HVG-ben már ugye megjelent egy nagyon jelentős olyan anyag, amiről nem lehet azt mondani, hogy ez egy fecni. Itt tényleg ebbe olyan történetek vannak leírva, amelyek büntetőjogi eljárásokért kiáltanak. Tehát ez még csak a kezdet ilyen szempontból, de végül is oda fog vezetni, hogy ennek a kormánynak a legitimitása azok szemében is megkérdőjeleződik majd, akik eddig kiálltak mellette, vagy akik úgy gondolták, hogy a káosz ellenében őket támogatják. Így jutottunk ide nagy vonalakban. Akkor hadd kérdezzek közben, hogy nem tudom, hogy a külpolitikában mennyi a szavatossági idő? Tehát mondjuk Orbán Gripen ügy, ugye az akkori kormány döntése, vagy az, hogy 2001. szeptember 11-én nem volt hajlandó elhatárolódni a Jobbik parlamenti kijelentéseitől, hogy ezek még benne vannak, vagy ez úgy kikopik? Tulajdonképpen elő lehet őket majd szedni. Jelen pillanatban ezeket nem érzem benne. Egyszerűen azért nem, mert az a reset, amit Oroszországnak ígért Barack Obama, Oroszországgal kapcsolatban nem jött be, de tulajdonképpen annyi minden halmozódott föl Magyarországgal, vagy a Közel-Kelettel, vagy egyebekkel kapcsolatban, annyi minden új helyzet teremtődött, hogy ezekhez visszanyúlni már szerintem nem kell. De emlékezni fognak rá, ha szükséges. Igen, azt hallottam, hogy egy nagykövet akkor sértődhet meg, ha otthonról utasítást kap rá. Ez így van. És ugye nyilván az is benne van a pakliban, hogy a kormány alakítást követően Orbán 7%-os hiányra tett, vagy próbált engedélyt kérni Brüsszelben, az nem sikerült. Erre meghirdette a keleti nyitás politikáját, és ez a játék azóta is folyik majd a külügyminiszter mostani útján, amit külön kitérünk, de ennek kapcsán sikerült példaként állítani Oroszországot, Törökországot és Kínát, meg aztán egy-két arab útra is sor került. Most azt nem vitatja senki egyébként, hogy üzletelni kell az oroszokkal, Kínával, meg hát akinek el lehet adni valamit, meg lehet érte valami értelmes dolgot cserébe vásárolni, de ez komoly volt ez a törekvés a keleti nyitással, vagy egy komolyan gondolt, félresikló dolog volt, vagy pedig valójában ez a politikánk, és a pávatáncunk pedig az Európai Unió meg a NATO, hogy látod? Hát nem vagyok lélekbúvár, hogy mire gondoltak, azt nehéz megítélni. Egyet viszont világosan lehet látni, hogy olyan nagy gyakorlati haszna ennek a keleti nyitásnak nincs. Tehát, hogyha megnézzük a statisztikai hivatalnak az elmúlt évekre vonatkozó adatait, amely ezekkel az országokkal való külgazdasági kapcsolatot rögzíti, akkor például Oroszország tekintetében a 2008-as csúcsot máig nem sikerült elérni, már amennyiben korrektül járunk el, és nem forintban adjuk meg, mint ahogy időnként mondjuk Martonyi miniszter úr is képes volt megadni. Ugye egy olyan időszakban, amikor kb. 30%-ot romlott a dollárhoz képest a forint, és miután nem forintban és favatkában kereskedünk az oroszokkal, hanem dollárban, emiatt, hogyha dollárban adjuk meg, akkor világos, hogy a 2008-as csúcsot mindez ideig nem sikerült helyreállítani. Tehát ilyen értelemben mondjuk a legfontosabb szerep, hiszen Németország mellett Magyarország számára hagyományosan Oroszország a legfontosabb külkereskedelmi partner, áttörésről egyáltalán nem lehet beszélni, és a környezetében, akiket úgy elkezdtünk intenzíven és látványosan szeretni, mondjuk Kazasztán vagy Azerbajdzsán, hát ezeknek oly elhanyagolható a nagyságrendje, és akkora a kilengés évről évre, hogy stratégiai értelemben, hát és mondjam, vicces egyáltalán az emlegetésük, arról nem beszélve, hogy például az azeri üzleteket nyilvánvalóan
lehet, hogy nem ilyen lukratív formában, de hát nagyon sok mindent meg lehetett volna tenni, annélkül, hogy erkölcsileg oda erodálódik a magyar külpolitika, mint ahogy tette azt ennek a szerencsétlen ügynek a kezelésekor. És hát lehet látni, hogy az a felháborodás, hogy ők nem tudtak semmit, hogy mi fog történni a visszaszolgáltatáskor, az hát enyhén szólva sem volt őszinte, hiszen akkor alig, ha került volna sor ugye a legutóbbi, talán egy héttel ezelőtti útjára az azeri elnöknek itt Budapesten. Tehát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag gazdaságban, pénzben kifejezhető haszna és értelme nem nagyon van ennek a történetnek, de itt nyilvánvalóan párhuzamosan azzal, ahogy az Európai Unióval és általában a nyugati világgal egyre több konfliktusa lesz a magyar kormánynak, akkor ha úgy tetszik, akkor szinte a dolgok természetéből fakadóan el kell sodródni egy másik irányba. Tehát volt egy retorika, és van egy helyzet, hogy rájött arra, hogy a nyugat egyre több olyan kérdésben próbál állást foglalni és jó irányba terelni a magyar politikát, ami óhatatlanul őket vitte és terelte ebbe az irányba. Őszintén szólva ennek a kockázatait kezdetétől láttam, mert ez a bizonyos pávatánc azt a kockázatot is jelenti, hogy félre lehet érteni. És ugye félre lehet érteni nem csak nyugaton, hanem keleten is. És szerintem ma már olyan helyzetben van a magyar politika, hogy Moszkvába is félreértették. És ugye, ha félreértik Moszkvába, erre szoktam mondani nem túl szellemesen, de egy csalódott orosznál talán két csalódott oroszokban rosszabb. Tehát, hogyha úgy érzik az oroszok, hogy már miénk volt Magyarország, és mégsem, mert hogy valószínűleg az orbáni politika azt feltételezte, hogy adott pillanatban el tud ugrani, mint derék pávatáncos, de hát nem tudjuk, hogy el tud-e ugrani. Tehát, hogy itt valóban egyfelől hihetetlenül jelentős nyomás nehezedik most már hosszú hetek óta látványosan is Amerika és részben nyugat-európai részről. Talán retorikailag próbálja is korrigálni az elmúlt napok intenzív megszólalásaival ezt a helyzetet, de most már azt kockáztatja, hogy ha onnan elugrik, annak is következményei lehetnek. És ezt tartom a legsúlyosabb következményének mindannak, amit ő ebben a játékban ki tudott alakítani. Itt valamit hozzáfűzhetnék. Ugye kiindult abból, hogy amikor a 7%-os hiány... Egy kicsit hangosabb. Igen, amikor a 7%-os hiányt ugye betervezte Orbán, és ez nem járult hozzá a bizottság, akkor kezdett ugye kelet felé nyitni. Én szerintem ez kiegészült egy másik történettel. Számukra is egy felvilágosodási folyamat volt az, hogy meddig tudnak elmenni abban a koordinátorrendszerben, amit maguk számára felállítottak. Mi ez a koordinátorrendszer? Egyrészt az, hogy olyan hosszú ideig tartsuk a Fidesz hatalmon, ameddig csak lehet, és a nemzetgazdaságot úgy próbáljuk átirányítani, hogy tulajdonképpen abba a bázisba, bázishoz kerüljenek a források, amelyik a Fidesz hátországát képezi. Ez azt feltételezi tehát, hogy állandó rendszer szintű korrupció legyen az országban, kettő, politikailag egy irányított, úgymond demokrácia vagy nem demokrácia, három, tulajdonképpen a hagyományos demokratikus váltógazdaságot kiiktatják. Mert ugye szeretnének addig hatalmon maradni, amit csak lehet. Orbán meg is mondta a gyöncő. Ha ez így van, jön a következő, a szilogizmus következő eleme, egész biztos, hogy a nyugati körülmények között, a nyugati szövetséges rendszerben ezt végrehajtani nem lehet. Semmelyik eleme ennek a programnak nem illeszthető bele a nyugati rendszerbe, abból kiindulhatunk, hogy nézzük meg, teszteljük a nyugatot, hogy meddig tudja ezt fölvállalni. Ma már látjuk, hogy nem fogja fölvállalni. Mi a következő következtetés ebből? Az, hogy Orbán, hogyha meg akarja a programját valósítani, azt nem a nyugati koordináltan a rendszerben, nem a nyugati körülmények között fogja megtenni, mert nem lehet megtenni. Tehát eleve keleti forrásokat kell nézzen ehhez, és tulajdonképpen az egész politikai fejlődése az elmúlt években, az elmúlt 5 évben, vagy 4 évben, 4 és fél évben ebbe az irányba hatott. Végül is persze azt mondhatjuk, hogy reálisan felmérve a helyzetet, Orbán ebbe bele fog bukni. Ez nem megoldható.
Itt tényleg vannak geopolitikai feltételek, olyanok, amelyeknek komoly befolyása van bármelyik országra, nem beszélve egy ilyen kis országról, mint Magyarország. De ha elnézzük Orbán mentalitását, és elnézzük megnyilatkozásait, ő ezt nem tudja. Ő elhiszi azt, hogy túléli ezt nagy politikailag. Hogy ez megvalósítható valamilyen úton módon. Lehet, hogy ez a pávatánc része, de akkor ez egy olyan pávatánc, amivel magát csapja be leginkább. Páva magát teszi magáévá. Ugye itt te is említetted a Putyin ölelő karjait. Létezik-e a törekvés a birodalom valamilyen fajta újjáépítésére, és ölelő karok irányulnak-e felénk, vagy inkább az előbb általad említett gyanú, mert ugye újabban, mintha megszaporodnának a oroszok részéről nyilatkozatok, hogy Magyarország a megbízható partner, Magyarországgal lehet együttműködni, Szijjártó látogatás most aztán meg is erősítette, mert megjegyzem, a miniszterelnök újabban megszólalt más irányba, a Szijjártó pedig ugye kiírnak egy pályázatot a nem tudom minek a megvalósítására, ő meg már kimegy az oroszokhoz tárgyalni. Mert azt hiszem metró felújításról van szó, kimegy tárgyalni a felújításról, tehát és ott gyönyörűket nyilatkozik az orosz-magyar kapcsolatokról. És mondom, nem felejtjük el, csak mindig szélre szokás magyarázni, hogy kell üzletelni az oroszokkal, szép nagy piac, lehet nekik cuccot. Persze, sőt, hát voltak éppen azzal kellett volna kezdeni, hogy én mindenképpen azok közé tartozom, akik messze menően osztja ezt az álláspontot, hogy normális esetben egy Európával együttműködő Oroszország esetében még olyan körülmények között is, amikor mondjuk a belső viszonyait mi mondjuk kritikusan ítélnék meg, de alapvetően hát ez az orosz politikai közösségre tartozik mindaddig, amíg nem fenyegeti a külvilágot, azt, hogy ők belül hogy élnek és mit tartanak értékesnek. Tehát ilyen körülmények között messze menő magyar érdek lenne az, hogy velük kiegyensúlyozott, tárgyszerű, pragmatikus politikai és gazdasági kapcsolataink legyenek, de az világossá vált, ha nem előbb, akkor legalábbis február végén, március elején, vagy legkésőbb március közepén a krími annexiót követően, hogy itt egy radikálisan új helyzet van. Tehát ezt nem érzékelni, ez szerintem rendkívül súlyos hiba. Emlékszem, Attila is ott volt, valamikor február végén a Fapadosban a Mozgóvilágnak volt egy ukrán kerekasztala, és a Haraszti Miklós, a Valki Laci és a Tálas Péter mellett mi ketten ültünk, és beszélgettünk, még a krími annexió előtt, de már akkor, amikor Janukovics megbukott, és akkor azt hiszem, talán éppen Vásárhelyi Mari kérdezte tőlünk, és azt, hogy hát fönntartható-e ilyen körülmények között a paksi üzlet. És akkor például arra utaltam, hogy én itt ebben a helyzetben két lehetőséget látok, a nyugati magatartást illetően, és döntően az amerikai magatartást lesz érdekes. Az egyik, hogy hát azt fogják az amerikaiak játszani, hogy mi teljesen jelentéktelen, marginális szereplők vagyunk, és átnéznek rajtunk, mint valami kámforon, ami nem létezik. De ez azt is jelenti, hogy ha bármiféle konfliktusunk vagy problémánk van, akkor a legkisebb jó indulatra se számíthatunk. Ez az egyik szenárió, de a másik szenárió pedig fejtegettem ott akkor, és úgy tűnik, hogy mintha ez lenne, látszódna igazolódni, hogyha helyzet van, akkor sorakozó van, ha sorakozó van, akkor be kell állni a sorba, ha nem állsz be a sorba, akkor figyelmeztetnek, ha nem érted a szót figyelmeztetően, háttérben, diszkréten, akkor egyre határozottabb lesz, és egy idő után a nyilvánosságon keresztül lesz, hogy hát fiú, állj be a sorba, mert te elvileg ebbe a csapatba van. Na most úgy tűnik, hogy hát hogyha ezt lehetett, ha úgy tetszik, a partvonalon állónak érzékelni február végén, akkor hát nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy vagy nem akarták, vagy olyan nagyon erős lukratív érdekek írták felül ezt, és itt leginkább ugye paksra lehet gondolni, ugye itt szokás emlegetni az úgynevezett alkotmányos költségeket, ami ugye egy ilyen eufémisztikus fordulat arra vonatkozó, hogy a beruházások 10%-át szokták egyéb célokra fordítani, és hogyha ezt a 3000 milliárdot elfogadom, amibe kerülne ez a beruházás, zárójel ittnék másnap, hogy idén január 14-én megtörtént a megegyezés. Szergej Kirijenko a Moscow Time-nak adott egy hosszú interjút, amiben azt mondta, hogy számunkra az igazi üzlet nem is a megépítése az erőműnek, hanem az, hogy amikor a fűtőelemek
amiket ki kell szerelni, el kell szállítani és tárolni kell, ennek a költségei nagyobbak, mint a megépítés költségei. Tehát, hogyha csak ezt árazom be a 3000 milliárd, akkor már rögtön ettől a tételtől duplájára emelkednek a költségek. Tehát azt gondolom, hogy abban, hogy nem akarják észrevenni, hogy helyzet van, nyilvánvalóan az a megfontolás állt, hogy ebben a paksi beruházásban olyan lehetőségeket, olyan pénzügyi lehetőségeket látnak, amitől még ezek között a drámaivá forduló külső körülmények között sem akartak megválni. És hadd legyek egy kicsit privatizáló, pont egy évvel azt megelőzően, 2013. január végén ugyancsak volt egy Orbán út, és akkor adtam egy tapidatlan hosszú interjút a Népszavába, és egy tapidatlan hosszú részletben beszéltem Paksról már akkor. És ugye arra hívtam fel a figyelmet, hogy a paksi beruházás új összetett és oly messze és szertágazó következményekkel jár, nem beszélve az üzletnek, alapvetően ugye a nukleáris üzletnek a delikát jellegéről, hogy messze nem az a kérdés, hogy megtérül, nem térül meg, hogy üzembiztos, hogy környezetileg biztos, és itt föl lehet ezeket a technológiai paramétereket sorolni, de egy ilyen beruházásról való döntés az nyilvánvalóan nagyon körültekintő külpolitikai és biztonságpolitikai mérlegelést is igényel. És akkor utána beszéltem erről a 10%-os lehetőségről, ami valószínűleg nem is 10%-os lesz. Tehát nem kell ehhez nukleáris energiához értő embernek lenni, hogy az a mód, ahol megtörténik idén január 14-én ennek az üzletnek a hát, nyelbeütése, az két dolog miatt, egyébként függetlenül attól, hogy most ezt oroszokkal kötötték vagy sem, teljes mértékben elfogadhatatlan egy demokratikus közösség számára. Az egyik az időzítése, a másik pedig a lebonyolítása. Tehát semmiféle technikai, gazdasági és egyéb számítást nem kell végezni, hogy világosan lássuk, hogy a két körülmény miatt ez a dolog teljesen elfogadhatatlan. Ugye a döntés időzítése azért elfogadhatatlan, mert Magyarország 6-8 évvel később nyugodtan meghozhatta volna ezt a döntést, és ugye van ez a nagyon bölcs magyar mondás, hogy aki időt nyer, életet nyer, ebben az esetben aki időt nyer, pénzt nyer, nem is keveset. Hát a 2008-9-től olyan tektonikus mozgás és átalakulás zajlik a nemzetközi energiapiacon, nagyon sok szinten és nagyon sok vonatkozásban, hogy nem bevárni azt a 6-8 évet, amikor ez a dolog egy újabb fázisához ér, és akkor dönteni, hát ez szerintem teljes mértékű felelőtlenség. A másik pedig, hogy ugye... Legalább amíg az széles kikapcsolja a gravitációt. Így van, pontosan. Gondoltak a saját tábornak a szenvedélyes kutatására is, de nem, erre se tudtak gondolni, láthatóan valami más lebegett előttük. A másik pedig, ugye az utolsó pillanatig hitegették a magyar politikai közösséget és a külső nyilvánosságot is, hogy tendereztetni fogják. Ugye hát nyelvileg sem értem azt a kifejezést, amikor éppen tegnap talán volt a Seattle-ről egy újabb nyilatkozatot, amely azt mondta, hogy a legjobb döntés volt. Hát hogy lehet legjobb döntés a Paks, amikor nem is tudják, hogy miközül lehetett választani, mert nem hirdetik meg ezt a versenyt. Tehát, és ez teljesen független az oroszok. Tehát az, hogy az időzítés rossz, és hogy ilyen körülmények, mindenféle előkészítés, társadalmi és szakmai vita nélkül történik a döntés, ez épp úgy virálóak történt volna meg ennek hangoztatással, mondjuk történetesen a franciákkal teszik meg. De a dolog attól súlyosbodik, hogy ugye már 2014. januárjában vastagon benne vagyunk azért az ukrán válságban, és látjuk, hogy Oroszország mifelé tart, és milyen eszközöket használ. Ennek ellenére a legkisebb bizonytalanság sincs bennük, hogy ezen az úton menjenek tovább, és lépkedjenek tovább. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, és még egy, amit nagyon figyelmet érdemlőnek tartok, hogy amikor idén január 14-én kim volt az Orbán, akkor én néztem a minőségi orosz politikai sajtót, mind a print pedig, mind az online változatot. Ilyen mennyiségben magyar miniszterelnök moszkvai útjáról sajtótermékek Oroszországban nem szóltak, és ilyen karmesteri mozgás, mert ugye ha az ember sokat olvas újságot, akkor egy idő után azért látja, hogy azok a cikkek, amelyek megjelennek, a mögött van egy karmesteri mozdulat, vagy nincs, mert annyira egyszólamúak, szinte szerkezetében idézik őket attól, hogy hol jelenik meg. Most arról már nem beszélve, hogy ezek között a nagyon hosszú írások között olyan címekkel, hogy Eurázsiaiak a Duna partján.
Tehát a dolognak még egy ilyen, hogy is mondjam, szóval egy ilyen civilizatórikus fundamentumot is betoltak alá, hogy itt vannak ezek a magyarok, akik abban a közegben, hogy nem értenek meg, és mindig van egy ilyen belső kimondatlan vágyódásuk ezeknek a szerencsétlenek Ázsia felé, hát mi is itt vagyunk Ázsia. Tehát, hogy tehát egészen idáig és hosszasan szinte lírai magasságokba emelve ezt a történetet, ami világossá tette, sőt, hát ki is mondták, hogy ez nekünk fontosabb politikai értelemben, mint gazdasági értelemben. És akkor nem nagyon akarom húzni, de erre a gazdaságira azért egy vonatkozásban hadd hívjam fel a figyelmet. Ugye nyilván az Orbánéknak ennek a pénzhez, a beruházásból nyerhető előnyöknek a hajtóereje vitte őket és sürgette. Az oroszokat viszont más sürgette, de őket is nagyon sürgette két körülmény, amiről jó tudni és jó újra és újra emlékeztetni rám. Az egyik már akkor is látható általános gazdasági helyzete Oroszországnak, másfelől pedig épp az általuk is világosan látott helyzet, hogy 6-8 év múlva nekik nem biztos, hogy ez a piac hozzáférhető lesz. Tehát akkor, amikor ők hiteleznek, akkor ők piacot vesznek. Ők lefoglalják azt a piacot, amit lehet, hogy 6-8 év múlva nem tudtak volna megszerezni, hiszen olyan fontos fejlemények zajlanak az energetikai piacon, hogy sokkal nagyobb verseny mellett lehetne. A másik, amiről talán Orbán környezetben, lehet, hogy ezek már csereszabatosak, szóval, hogy Orbán környezetében megfeledkeznek, amikor ugye elmondja ezt az illiberális demokráciás beszédet, és felsorolja Kínát, Oroszországot, Szingapúrt, Törökországot, és nem tudom én kicsodát, mint a nemzetközi irodalom, a nemzetközi elemzések sztárjai. Valaki azért felhívhatta volna, és ugye utána az egész kontextusra az derül ki, hogy ezek gazdaságilag sikeresek. Tehát valaki felhívhatta volna rá a figyelmet, hogy az orosz gazdaság 2012 első negyedévétől folyamatosan lassul. Tavaly lényegében már állt a gazdaság. 1,3%-os volt a növekedése, idén legjobb esetben 0,3%-os lesz. A múlt hét elején jelent meg az ő jegybankjuknak a középtávú előrejelzése. Ők azzal számolnak, hogy jövőre és az azt követő évben 0 és 0,1%-os növekedés lesz, abban az esetben, hogyha 90 dollárnál stabilizálódik a kőolaj ára. Tehát valakinek tényleg szólni kellett volna, hogy ez a gazdaság ez áll, és már leállt a szankciók előtt. Tehát, hogy ezt, mint valami követendő példát fölmutatni, zárójel megint nyitok, Azerbajdzsán 3 éve áll. Tehát Azerbajdzsán 2005-6-7-ben valóban 25-35-25%-os GDP növekedés könyvelt el. Most már az se segít, hát különösen most, amikor megy le az olajár, nem úgy stagnálni fog az azeri gazdaság, hanem megy lefelé. Tehát, hogy ilyenkor tényleg zavarban van az ember, hogy valaki CFO miniszternek, vagy Orbán miniszterelnöknek talán a legfrissebb nyilvános statisztikai adatokat úgy betolhatná, hogy a dolgok azért mégsem egészen úgy néznek ki, mint ahogy ott vannak előttük csak az a statisztikai adatok, csak azok a Dunaközi utcán labdarúgó csapatnak az adatait tartalmazzák. Na most ebben a helyzetben nagyon belejátszik Ukrajna, mert sokban van nekik. És erre még költenek rá, de mi ennek a kifutása, meg a hatása rá? Hát Ukrajnáról ugye... Nekünk is oda kerülne. Hát nekünk is. Ugye induljunk ki onnan, hogy Ukrajna Európa egyik legszegényebb állama. Legszegényebb állama volt talán a Balkánon találni egy-két nála is szegényebb államot, de legszegényebbek közé tartozott már a válság előtt is. Pénzügyileg katasztrofális helyzetben volt már november 21-e előtt is, amikor bejelentették, hogy 8 nap múlva mégsem írjuk alá a társulási szerződést. Tehát Ukrajnával nagy problémák lesznek, csak két adatot hadd mondjak, ahhoz, hogy a mai Lengyelország szintjére föl tudják hozni Ukrajnát, az a következő 10 évben évente 10-10%-os GDP növekedést kéne elkönyvelniük, ami lehetetlen. Az idei évet jó, hogyha 10%-os recesszión belül zárják. A másik pedig, hogy akkor tartósan 8-10 évig biztos, hogy jelentős külső finanszírozásra szorul, tehát ez nekünk is sokba kerül. De hát láthatóan sokba kerül az országnak is, sokba kerül nagyon sok vonatkozásban ez Oroszországnak is, de például épp ma délután írták alá a koalíciós megállapodást Ukrajnában, és az a 27 pontból, magát a pontokat nem láttam, csak a sajtó
beszámolót róla, nyilván ez ma este vagy holnap már fölkerül a megfelelő portálokra. Ebben a 27 pontban az egyik leghangsúlyosabb, amit újra és újra idéznek, ez a NATO-tagság igénylése. Na most ugye egy olyan Ukrajnáról beszélünk, amelyikkel kapcsolatban én hosszú időn keresztül azt gondoltam, hogy ez politikai zsákutca, most is nagyon erős aggályai vannak ezzel kapcsolatban, de az orosz magatartás ki tudta vívni azt a helyzetet, hogy abban az Ukrajnában, ahol még a narancsos tábor uralma, tehát 2004 és 2010 között is a lakosság egyharmada legjobb esetben akart NATO tag lenni, most már a mérések közel 50%-ban vannak, és Poroshenko néhány nappal ezért azt ígérte, hogy ha elérünk oda és felkészültek leszünk, akkor népszavazással döntünk róla. Tehát Oroszország magatartása ebben az ügyben lényegében odáig provokálta, hogy még azok az egyébként nagyon bölcs ukránok, akik úgy gondolták, hogy nem kell provokálni Oroszországot, és tartották magukat ahhoz, hogy igen, Európai Unió felé közeledünk, de nem kell ehhez NATO-tagság, ennek is egyre nagyobb része gondolja azt, hogy hát ha ilyen helyzet alakul ki, hogy le lehet harapni 27 ezer négyzetkilométert, és prolongálni lehet egy káoszt Ukrajna keleti részén, hát akkor fiúk, ennek megvan az ára és a következménye, és itt van a NATO. Tehát én értelemben, és még egy utolsó, hogy ugye most Oroszország fordított helyzetben van, mint volt a Szovjetunió Afganisztán esetén. Annak idején kiszámították okos emberek, hogy az afganisztáni intervenciója, ez a kb. 10 éves periódus, az neki 6-szor többe került, mint azok költségei itt Pakisztánról, az öböl környéki országok, illetve Amerika pénzei támogatták a mudzsahedeket, tehát egy hatodnyi költségből lényegében ki lehetett szorítani onnan a Szovjetuniót. Mert hogy egy helyzetet destabilizálni, destruálni, ez mindig olcsóbb és könnyebb, mint konszolidálni, stabilizálni. Most viszont Oroszországban ebben a helyzetben ő azt gondolja, hogy mi ezt a keleti részt bármikor olcsón destabilizálni tudjuk, és abban bízik, hogy hát egyfelől konfliktus alakulhat ki a nyugati táboron belül, tehát Amerika is vezető nyugati hatalmak között, kifinanszírozza, hogyan támogassa Ukrajnát, tehát várja azokat a repedéseket, amelyek lehet, hogy nem egy-két hónap múlva, de esetleg megjelennek. És a másik dolog, amit láthatóan várnak, hogy a közel-keleti helyzet alakul úgy, hogy egyszerűen szükségét érzi majd a nyugat abban, hogy várja Oroszország közreműködését. Láthatóan ezt a két külső körülményt tartják maguk előtt, mint olyan lehetőséget, ami a következő egy-másfél évben számunkra kedvező külső feltételeket teremthet. Nem tudom, hogy mi lesz. Az biztos, hogy a tartalékaik egyelőre másfél-két évig olyan drámai következményt ott nem idéznek elő, de azért ez a rendszer messze nem olyan stabil, mint volt 2011 előtt. Most ugye ez a dolog már akkor tovább bonyolódik, mert ugye Amerikának persze érdeke az, hogy Ukrajna ide közeledjen, rendeljen, de ha jön, akkor az Európai Unió meg kell, hogy finanszírozza, ami Amerikának megint csak lehet érdeke, mert akkor némileg gyengül az Európai Unió, tehát megerősödik, vagy nem. De ugye is volt egy interregnum, nem volt bizottság, voltak választások és szórakozás volt, hogy mi legyen, megalakult a Juncker, na most akkor intézkedhetnének. Erre jön a bizalmatlansági indítvány Junckers ellen, hétfőn fognak azt hiszem szavazni, és ha nem valószínű, de kétharmadot kap a javaslat, akkor kezdődhet előről a bizottsági elnökkeresés, és utána a bizottság felállítása. Most mi van ezzel a tényleg? Tulajdonképpen hogy jött létre maga a Juncker bizottság? Úgy jött létre, hogy a két nagy párt, a család, tehát az Európai Néppárt, illetve a Szocialistákért Demokraták pártja, SND-nek, rövidítik, gyakorlatilag a háttérben megegyezett, minden apró kis momentumot, érdeket elrendeztek egymás között, mindenki megkapta a magáét ebben az egész lerendezésben. Úgy tűnik azonban, hogy de ez így nem működött. Tehát jelen pillanatban az az érzésem, hogy a dolog nem működik, ugyanakkor mégsem fog megbukni a bizottság, egyszerűen azért, mert odáig nem fog elmenni a két nagy tábor, és a két nagy tábor pedig van annyira erős, hogy ezt a dolgot elintézel ilyen szempontból. Ráadásul ebben az üzletben benne voltak a liberálok csak is, tehát ki a három nagy tábor gyakorlatilag megegyezett abban, hogy jobb lenne, hogyha a Juncker bizottság normális körülmények között tudna működni. Tulajdonképpen megegyeztek abban is,
hogy a Navracsics ebben az egész történetben ma már látjuk, egy nagyon fontos elem volt, rajta keresztül meg demonstrálták azt, hogy mire képes igazából a Brüsszel, demonstrálták azt, hogy mi a véleménye a magyar kialakult helyzetről, mi a magyar kormányról a véleményük. Rettenetes az, ami Navracsicsal tudjuk történt. Szerintem kevesen vagyunk, akik sajnáltuk ők, de ugyanakkor mégis csak elemelkedve attól, ami az elmúlt években a nevéhez kötődött, mindig csak eléggé engem legalábbis megrázott végignézni ezt az egész történetet. De mutatta azt, hogy ez a mechanizmus valamilyen úton módon működött, hogy mi az, ami jelen pillanatban ezt megrottyantotta, hogy úgy mondjam, azt részben nem lehet tudni, részben mégiscsak lehet sejteni. Az, hogy tulajdonképpen nem látjuk a perspektívákat. Tehát azt várta mindenki a Juncker bizottságtól, nagyon határozottan az eurózóna problémáinak ügyében, a dél problémáinak ügyében, lép a külpolitika ügyében, lép tulajdonképpen az integráció ügyében. És itt vagyunk két hete működik. Lép az értékek védelme ügyében. Így van. És tulajdonképpen ennek most nem látjuk a pozitív kimenetelét. Úgy a Európai Bizottság külügyminisztere, Mogherini, olyanokat nyilatkozik például Közel-Kelet ügyben, ami hát eleve nagyon megosztja nem csak a nyugati tábor, de még azon belül az Európai Unió különböző országok is. Palesztin ügyben egy nagyon furcsa nyilatkozatot. Kettő. Tulajdonképpen nem látjuk azt, hogy ki felelős azért, hogy az eurozóna problémái konszolidálódjanak. Az előző egyébként nagyon kudarcos válságkezelés során azért láttuk, hogy ki a felelős a döntésekért, és láttuk azt, hogy mi a logikája azoknak a döntéseknek, melyeknek egyrészben volt pozitív hatásuk, másrészben pedig nem volt semmilyen hatásuk. Jelen pillanatban ezt sem látjuk. Szerintem ez az, ami elbizonyítva nem jutott a jelen pillanatban azokat, akik úgy döntöttek, hogy mégiscsak mögé állnak ennek a kezdeményezésnek. Ha ez megtörténik, ugye akkor két lehetőség van, vagy hát egy új bizottság áll fel, az egy nagyon minőségi döntés kell legyen, különben vége van Európának. Tehát ha tényleg megbukik Juncker is... Van esélye? Mindenki azt mondja, hogy nincs. Igazad van, Karcsit. Nincs. De ugyanakkor pedig, hát ha ez megy tovább, akkor Junckernek nagyon komoly lépésekre kell elszállnia magát. Kérdés, hogy erre képes-e? Lebénulhat-e attól, hogy őt személyében támadják ugye a luxemburgi adóparadicsom ügy miatt? Miközben neki most le kéne vezényelni azt a támadást, amit az Európai Unió tervez az adóparadicsomok, a korrupció az adócsalások ellen. Tulajdonképpen ő nem egy jó kommunikátor. Ide pedig egy jó kommunikátorra lett volna szükség, hogy ezeket a dolgok. Nem a kommunikáció a lényeg, de most kiderül az, hogy olyan rossz állapotban van az Európai Unió, hogy tulajdonképpen a kommunikációra is oda kéne nagyon figyelni. Juncker soha nem volt egy szürke hivatalnok volt, aki egyébként jól vezette a maga kormányát. És ugyanakkor csapatával együtt azért kiállt az értéket mellett. Ne felejtsük el azt, hogy az a Nelly Kroesz nem a másik, Redding, így van, Redding, az ő része volt. Tehát azért én nem lennék azért olyan szükkebb velük kapcsolatban, de az tény, hogy nem látszik az a szakmai háttér, ami, és nem látszik az államfői magatartás. Hogyha most Junckert hozzávetjük azokhoz, akik nem Barrosohoz fogunk, de tulajdonképpen azok, akik megalapították az Európai Uniót és dolgoztak azon, francia elnökök, német politikusok, stb. Hozzájuk képest gyakorlatilag Juncker túlságosan visszafogott, hogy nagyon tehetséget is. Sportszerűt lenne, ha a maiakat azokhoz hasonlítjuk, akik megalapították az országot, annak idején. Nagyon csak ugye itt van egy probléma, mert ugye a gondok azok nőnek. Én azt gondolom egyébként, hogy a saját problémánkat nekünk magunknak kell megoldanunk, de ezzel együtt is az Európai Uniónak éppen az értékei védelmében lenne dolga, nem csak velünk, hanem általában, de velünk azért, mert ha
mert ha ez egy vírus, ami elkezd terjedni, akkor ez irányból is lesznek problémáid. Ugye itt van a Ukrajna ügye, meg hát itt van az, hogy az európai gazdaság nem úgy teljesít, ahogy teljesít. Tehát ez mind intézkedéshozatot kívánna maga után, és akkor az a kérdés, hogy ütőképessé lehet-e tenni a bizottságot, vagy pedig ettől a dologtól esetleg legvénul. Integráció nélkül nem fog menni. Tehát további integráció nélkül, további gazdasági és politikai integráció nélkül nem fog menni a történet. Ez a gondoknak a gyökere. Az, hogy nem látjuk, és ők maguk nem látják, az, hogy mi nem látjuk, ez másodlagos kérdés, de az, hogy a döntéshozók nem látják azt, hogy hogyan lehetne ezt az integrációt továbbvinni, mert enélkül nem lehet lépni. Tehát Brüsszelnek nagyobb befolyást kell biztosítani, több elvárás kell, ugyanakkor alulról Brüsszellel szemben, és mondom, a gazdaság és politikai integrációt nem sporolhatjuk meg. Egyébként, amikor föltetted Gábor a kérdés Ukrajnával kapcsolatban, ösztönösen Zolina észtem, tudni, minden, amit én Ukrajnáról tudok, azt tőle tudom. Tehát nem lett volna föl. Ugyanakkor mégis itt szólnék valamit, tehát visszautalnék erre az ukrán történetre, tudni, ez is bizonyos értelemben Európa függvénye. Tudni, ha Európa ebben a dologban tényleg elhatározna magát, abban az esetben mégiscsak lehetne, hogyha nem szeretem azt, hogy költsünk lyukas, tehát tömjük a pénzt lyukas zsákokba. De hogyha több mint 100 milliót, milliárdot, bocsánat, több mint 160 milliárdot oda kifizettünk Görögországnak, hogy? Igen. Abban az esetben el lehetne gondolkozni azon, hogy Ukrajnát hogyan lehetne megsegíteni. Viszont, ha ez a hidegháborús helyzet tovább eszkalálódik, zárójelben megjegyezném, hogy ez nem az a hidegháború, ami volt a második világháború, illetve 89 után, hisz Oroszország nem az a partner, mint ami volt a Szovjetunió, amelyik tényleg sokban tudta tartani Amerikát. Gazdaságilag sem, mi több, azt hiszem, hogy pont kijelenthetjük katonailag sem, az van már, hogy ezt megtehetné. Nyilvánvalóan sokban tarthatja a környezetét, a közelkülföldet és ezeket a kisebb államokat. De nagy politikailag szerintem ez már nem szólhat bele olyan volumenbe, olyan nyomatékkal a világpolitikában, mint a Szovjetunió, hogy beleszólt. Ugyanakkor mégiscsak van egyfajta hibrid jellege, hogy ugye így neveztük azt a furcsa háborút, ami Ukrajna keleti részén kialakult, hogy hibrid háború. Nos hát ez is egyfajta hibrid hidegháború képét ölti, amelyen belül szerintem hozhatnak olyan döntést mondjuk a NATO-n belül, ami hosszú távon nagyon fontos, és rövid távon hát eléggé kétséges, mind értékeit, mind pedig anyagi kifizethetőségét értelme. Ne felejtsük el azt, hogy milyen kiváló gyorsasággal vették be a NATO-ba a Törökországot, amely jelen pillanatban teljesen kilóg a NATO-ból, mert kiderült az, hogy a hidegháború egyben tartotta ezt, és bent tartotta Törökországot ebben, a 89 utáni teljes liberalizáló, a történelemnek a vége, hogy Fukuyamát idézem, az tulajdonképpen evidenssé tette azt, hogy Törökország nem Európa része. Nem Európa része, mert nem olyan, hogy képtelen bizonyos dolgokat elintézni, képtelen bizonyos szabályokat betartani, képtelen bizonyos, hogy civilizatórikus felelősséget vállalni. Tehát az, hogy egy elit ilyen mértékben váltson, mint ahogy Törökországon váltott, ez nagyon kevés a példa, talán Magyarországot után egyedül említeni. De visszatérve Ukrajnára, szerintem amennyiben ez a Zoli által idézett döntés megszületik Kijevben, és erre épp a hidegháborús helyzet miatt a nyugat pozitívan reagál, hát akkor erre költeni kell, és szerintem lesz is pénz arra, hogy... És akkor nem az következik, hogy az oroszok még nagyobb veszélyt éreznek, és még agresszívabban kezdenek el fellépni? Hát ugye ez a kockázat benne van, sőt, hát bizonyos értelemben az európai államok és az Egyesült Államok magatartásában ma is látszik, hogy épp talán tegnap vagy tegnap előtt egy fontos, nem tudnám felidézni, hogy ilyen külügyi, talán nemzetbiztonsági tanács egy vezető munkatársa
nyilatkozott arról, hogy komolyan mérlegelik annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok mégiscsak fegyvereket szállítson Ukrajnának, de védelmi célú fegyvereket, de olyan védelmi célúakat, amelyekkel már halált lehet okozni. Tehát már nem csak egyszerűen... Védelmi célú fegyver határon így leesik. Szóval, hogy ugye sokáig attól tartották, tehát hogy féltek attól, hogy még akár a fegyverek szállítása, akár a szűken vett védelmi eszközök szállítása is casus belli lesz. Tehát ugye mindig attól tartottak, hogy olyat ne lépjenek, ami ezt a fajta agresszivitást növelni. Na most eljöhet az a pont, nem tudom megítélni, hogy mikor van az a pont, amikor úgy ítélik meg, hogy ez a percepció, ez tovább nem tartható, és valami másfajta magatartást kell követni. Ami pedig az oroszok, mondjuk a hadsereget illeti, és egyáltalán a várható magatartását Oroszországnak. Itt van néhány nagyon nyugtalanító dolog. Én akkor voltam egyetemista, az utolsó öt Brezsnyev évben, annak minden szép bornítságát megkaptam leningrádi egyetemistaként, de amikor fiatal az ember, akkor ezeket mind sokkal nagyvonalúbban kezeli. De én például nem emlékszem sem a Brezsnyev korszakra, sem az asztalapi periódusra, hogy a szovjet vezetés, tehát az abszolút késői szovjet periódusról beszélek, ugye Brezsnyev 82. novemberében hal meg, és akkor ott vannak ilyen rövid futamidejű főtitkárok, és akkor elérkezünk Gorbacsov. Szóval, hogy ebben a periódusban bármelyik szovjet vezető ilyen nagyon komoly arccal fölemelte volna a fejét, felszegte volna a fejét és az ujját is, hogy na de a Szovjetuniónak vannak nukleáris fegyverei. Most az elmúlt hónapokban nem egyszer halljuk az orosz vezetéstől, nagyon komolyan belértve Putyint is, hogy emlékeztetnek arra. Tehát, hogy újra és újra szinte nincs más, vagy Szocsiban. A Szocsiban, amikor a Valdai csoport előtt beszélget és mondja el a világról a véleményét Putyin, akkor Putyinnak van egy nagyon fenyegető ajánlata. Az ajánlat arról szól, hogy vagy elfogadjátok a posztszovjet térség minusz Baltikum tekintetében a mi különleges igényeinket és jogosítványainkat, vagy arra kell számítani, hogy mi nem vagyunk partnerek abban, hogy a nemzetközi rend szabályai szerint játsszuk tovább a játékot, hanem destruálni fogunk. Tehát vagy elfogadtok bizonyos szabályokat tőlünk, vagy azzal kell számolnotok, hogy a világ különböző pontjain mi a destruktív szerepet játsszuk. Most nekem az az érzésem, hogy Oroszországban még ebben a pillanatnyilag nem éppen legjobb formában lévő Oroszországban sokkal több van, mint hogy csak az az eszköze legyen, hogy emlegesse, hogy van neki nukleáris fegyvere, vagy azt emlegesse, hogy ha más nem, de destruálni tudok. Tehát ezek mindenképpen aggasztóak, és általában is Putyinnal kapcsolatban az az érzésem, az egész krimi történettől kezdődően, hogy a hübrisz. Tehát, hogy elszabadul valami, amikor nem egyszerűen valamit el akar érni, hanem egyszerre büntetni is akar. Büntetni akarja az ukránokat, akikkel kapcsolatban többször azt gondolta, hogy már megszerezte és megtartotta, és utána újra és újra kiderül, hogy ez a dolog mégsem történt meg. Egy dologra hadd hívjam föl a figyelmet, ritkán emlegetik, és számomra is az utóbbi néhány hétben derült ki. 2013 nyarán, a nyár derekán nagyszabású ünnepségeket tartanak Kijevben. Az ünnepség apropója az, hogy a kijevi Rusz, az első keleti szláv állam fölveszi a kereszténységet 1025 évvel ezelőtt. És Putyin ellátogat, és Kijevben mond egy hosszú beszédet, amelyben hosszasan fejtegeti azt a civilizatorikus felekezeti közelséget, történelmi rokonságot, ami a fehér oroszokat, a kis oroszokat, tehát az ukránokat és a nagy oroszokat, nem ezeket a szavakat használja, de történetileg ugye a 19. század világában léteznek ezek a kifejezések, tehát ezt a három közeli szláv népet mégiscsak egy nagy egységben tartja. Majd elmondja ezt a beszédet, és nem telik el egy hét, és elkezdődik egy két hónapig tartó vámháború az ukránokkal szemben, aminek nyomán Ukrajna 4 milliárd euró veszteséget szenved, de semmi más nem történik, az ukrán árukat föltartóztatják az orosz határon. Ma már azt is tudjuk, mert hogy van egy bizottság, aminek az a feladata, hogy próbálja kikutatni, hogy Janukovics működésének utolsó periódusában a közvetlen környezete mit tudott és mit tett. Tehát ez a novemberi, decemberi, januári, februári periódus. És ennek a Rada bizottságnak a vezetője, egy Gennadij Moszkál nevű jó ember nemrégiben ennek a vizsgálatnak bizonyos részleteit közreadta, amiből az derül ki, hogy valamikor november elején, tehát
bő két héttel lehetünk a november 21-i bejelentés előtt. Janukovics ellátogatott Oroszországba. Ebben a periódusban, ebben az őszi periódusban többször megy Oroszországba és tárgyalnak, és mindig nagyon kevés dolgot lehet tudni a tárgyalások tényéről. De állítólag november 9-én egy katonai bázison történik Oroszországban a találkozó, nem is Moszkvában, ahonnan úgy jön vissza Janukovics, hogy falfehér vagy hamu sápat, a környezete egy részének elmondja, hogy gyakorlatilag megfenyegeti őt Putyin, és a megfenyegetés az nem csak azt jelentette, hogy teringettét és irgumburgum, hogyha ti aláírjátok a 29-ére kitűzött társadalási szerződést, hanem lényegében már akkor azzal fenyegeti meg, hogy le tudom én hasítani a Krímet, és tudok én neked problémát okozni Kelet-Ukrajnában. Most ez a történet, ha igaz, még egyszer mondom, ezt egyelőre csak ukrán forrásból tudjuk, tehát én értemben egyfajta távolságtartással kezelném, de abszolút beleillik abba a Putyin visszatérésével jól látható stratégiába, amit talán azzal tudnék alá, hogy a legfontosabb politikai programpont az nem más, mint ennek az eurázsiai térségnek az újra szervezése, és hogy ebben a térségben a legfontosabb Ukrajna számunkra, és ha nem lesz benne Ukrajna, akkor az egész okafogyottá válik. Ugye emlékeztetnék rá, hogy 2011. szeptember 24-én történt annak bejelentése, hogy nem Medvegyev kap egy újabb ciklusra lehetőséget, hanem Putyin jön vissza. Amit láthatóan akkor a nagyvárosi középosztály, amelynek egy része nagy reményeket fűzött Medvegyevhez és egy második ciklushoz, hát ezt valóságos arcú csapásnak gondolta, és volt kellő ideje, hogy fölkészüljön a decemberi parlamenti választásra, többek között úgy, hogy valóban az a 90-valahány ezer választóhely, ahol választják a képviselőket, alternatív mérés volt, és nagyon meggyőzően igazolni tudták a rendkívül durva meghamisítását a választásoknak. De ami igazán érdekes, hogy ugye 24-én történik a bejelentés, és október első napjában az Izvesztiában egy kolumnányi cikk jelenik meg Putyintól, ez az antré, a visszatérés, és ez a cikk semmi másról nem szól, mint az Eurázsiai Gazdasági Szövetségről. Tehát az első, tehát a visszatérését deklaráló bejelentés után ami első politikai üzenet, ha semmi másról nem szól, mint az Eurázsiai Gazdasági Szövetségről, aminek egyébként van egy hosszú passzus, ami arról szól, hogy mi természetesen senkit, semmilyen körülmények között nem fogunk erőszakkal vetessékelni ebbe a szövetségbe. Most ide tartozik akkor Orbán tegnapi vagy tegnap előtti szövege arról, hogy mi mentünk NATO-val Afganisztánba, büszkék vagyunk rá, mentünk Irakba, Amerika miatt nem vagyunk rá büszkék, de most mi vagyunk itt bajba, és tessék tudomásuk venni, hogy mihez jobban értünk, úgyhogy tessék a szempontjainkat figyelembe venni, és akkor mondjam, dobok egy szempontot, elzárjuk az Ukrajna felé vezető gázvezetéket. Miért? Itt ugye két dolog, az egyik ez a visszafelé szállítás kérdése. Ugye Ukrajnában évente a gázfogyasztás, ugye egy 45 milliós közösségről van szó, tehát nálunk négyszer, négy és félszer többen vannak, hogy ezek a jó emberek, honleányok és honfiúk, szóval 45 milliós közösségnek a teljes éves gázfogyasztás az kb. 50 milliárd körülméter. Ebből ők szerencsésebbek, mint mi vagyunk, mert ebből 20 milliárdot még otthon ki tudnak termelni, és 10 milliárdra számítottak, ezek mind éves nagyságrendeket jelent, hogy 10 milliárdot tudnak durván egy év alatt reverse, tehát visszafelé szállításban Lengyelországtól, Szlovákiától és Magyarországtól megkapni, és akkor még mindig marad 20 milliárd, amire szükségük van, amit valahonnan be kéne szerezni, ne felejtsük el, június 16-ától nem szállítanak az ukránoknak gázt, ugye az oroszok. Tehát, hogy valahol, de most ebben a helyzetben azt a döntést meghozni, hogy itt jár a Miller és rá másnap vagy két napra leállítjuk a visszafelé való szállítást, még akkor is, hogyha esetleg technikai értelemben semmiféle szerződést nem sértettünk, de itt a dolognak egyébként az a lényege, hogy mégiscsak látványosan olyan helyzetbe hoztuk az ukránokat, akik éppen akkor készültek leülni újra az oroszokkal, hogy tárgyaljanak, ami nem az ő helyzetüket és a pozíciókat erősítette, hanem éppességgel gyengítette. Tehát amikor ugye például tegnap előtt is a Népszabadság kérdésére a külügyminisztérium írásban azt válaszolta, hogy a magyar külpolitika következetes, mármint hogy Ukrajna ügyében, és mi mindig, akkor ugye azért fölidézhetjük például ennek a szállításnak a megakasztását,
fölidézhetjük azt a nyár elejé gondolatát Orbánnak, amikor autonómiát követelt a magyaroknak. Ugye én csak ilyenkor az jut eszembe, hogy valaki a miniszterelnök környezetében esetleg emlékeztetné rá, hogy vajon mi lenne az álláspontunk, hogyha Békés megyében éppen a Békés és Csongrád megyét éppen leszakítani készülnének, és a sógorok azt mondanák, hogy bizony itt Vas megyében szeretnék egy autonómiát. Vajon mit gondolna akkor az osztrákoktól egy ilyen helyzetben a magyar miniszterelnök? De láthatóan a környezetében nincs olyan ember, aki ezeket az ellenpróbákat csak úgy begurítaná le, hogy gondolkozzon rajta. Hogy amikor Kövér doktor képes azt mondani, hogy hát az... Mit is mondod, hogy Ukrajnában herce-hurcagon, vagy mi is volt az kifejezés? Cirkusz, igen. Minősítette azt a helyzet, miközben ugye állandóan a politikai elitnek ez a része és szellemi környezete 56 kapcsán már jó ideje arról beszél, hogy cserben hagyott bennünket a nyugat. Tehát nem tudom, hogy hogy fér meg ez a kettő együtt, hogy ott cserbenhagyás van, itt viszont tehát ez egy cirkusz, hát az ukránok azok mire jók, mint erre a teljesítményen. Tehát ez a dolog egyik része. De itt ugye van egy másik probléma, ez a déli áramlat történet. Na most a déli áramlat, ez valóban egy érzékeny probléma, de az első pillanattól ezt kezd... Ezt mondjuk Orbán 2007-es nyilatkozatából. Olyannyira, hogy az első egyébként semmire nem kötelező kormányközi megállapodás után délután Szlovákiában azt mondta, hogy alkotmányos pucs. Csak emlékeztetnék rá, hogy a déli áramlatnak az akkori költsége, mármint hogy akkor látható költsége, ami a magyar félre esik, a magyar szakad megépítésére, és a 3000 milliárd, amit tudjuk, hogy nem annyi, hanem jóval több, de maradjunk a 3000 milliárdhoz, egy a 16-hoz. Tehát hogy egy 16-szor nagyobb, hát ha az alkotmányos pucs, akkor a Paks az mi a túl? Már elnézést, mérsékeltem politológiai kifejezését. Tehát egyrészt van ez a probléma, a másik pedig, hogy kétségtelenül Magyarországnak, hát először is a 2007-2008-hoz képest radikálisan más helyzetben vagyunk a gázbeszerzés tekintetében. Akkor 2007-2008-ban a teljes szükségletünk 85%-át közvetlenül a Gazpromtól vásároltuk. Ma már ez kevesebb, mint a fele a teljes szükségletnek. Még egy fontos dolog, hogy még a Gyurcsány idején elkezdték a Baumgarteni vezetéket szélesíteni, ami most már 4,5 milliárd köbméteres kapacitást tud lehetővé tenni, hogy nyugatról hozzunk. Tehát van egy olyan helyzet, ami nem létezett 2007-2008-ban. Tehát bizonyos értelemben az a mantra, amit folyamatosan Paks kapcsán, hogy javítja az energiabiztonságunkat, már csak azért sem igaz, mert az elmúlt évek piaci folyamatai és részben már az előző kormányzatok által elkezdett magatartás is, ebből a nagyon kiszolgáltatott helyzetből jelentős mértékben kimozdítanak. De azért még mindig hiányzik 4-5 milliárd köbméter évente, amit valahonnan be kéne szerezni. De amikor van egy ilyen helyzet, amikor lehet látni, hogy a nyugat, most értem az Európai Uniót, az oroszokat többek között a déli áramlat megépítésének blokkolásával is akarja fogni. Amikor világos, hogy a déli áramlat az ukránok pozícióját gyengíti tovább, akkor ha nekünk hiányzik is ez a 4-5 milliárd, akkor én nem folyamatosan kibeszélek a közösségből, hanem elmegyek Brüsszelbe és azt mondom, hogy fiúk, itt van egy probléma, értem én ezt a politikát, és én lojális vagyok-e politika iránt, de értsétek meg, hogy nekünk ez probléma. Akkor legyen alap, legyen pénzügyi segítség, hogy mik azok az alternatív megoldások, amelyek az én helyzetemet érdemben tudják javítani. Ehelyett nem ez történik, hanem folyamatosan kibeszél, és legkülönbözőbb törvénymódosításokkal egyengeti az útját annak a projektnek, ami most egészen más világpolitikai kontextusban van, mint volt 2007-2008-ban. Tehát egy egyébként létező problémát is nem a lojalitás és a közösséghez, a politikai közösséghez, ahol tartozás szabály, elemi szabályai szerint old meg, épp ellenkezőleg. Na most akkor, ha már a Békés megyét is említetted, onnan már csak egy lépés Románia. Meglepődtél a választási eredményen? Én, aki felületesen nézem, én biztos voltam a pont a győzelmében, úgyhogy rálegyítettem, én meglepődtem rajta. Nagyon meglepődtem. Meglepődtem, tudnilik. Mi szólt pont amellett? Egyrészt. Pont annyi. Egyrészt az, hogy ugye miniszterelnök, tehát mögötte van az állami sajtó, jelentős pénzösszegek álltak a rendelkezésére,
egész Románia tele volt a plakátjaival, miközben az ellenzéknek, a jobboldali ellenzéknek a jelöltje tulajdonképpen hát messze ennyi lehetősége nem volt. Kettő. Tulajdonképpen egy olyan ígéretet tett megválasztása esetén, ami nagyon vonzó lehetett a románok számára, mégpedig az, hogy azt a Călin Popescut, hogy Csánut nevezi ki miniszterelnöknek maga helyéért, vagy kéri föl a kormány megalakítására, aki egy liberális ember, rendkívül felkészült, és a rendszerváltás utáni Románia a legsikeresebb miniszterelnöknek számított. Tulajdonképpen. Három. Ment Romániában nem, mint ahogy hát általában az egész Kelet-Európában, nem feltétlenül másodlagos az, hogy valaki tényleg román, tehát a többségi nemzethez tartozik, milyen felekezet tagja, stb. Na most Klaus Johannis, nagyszebeni szász, igaz, hogy a felesége román, és egy ilyen hát eléggé román közegben élte le az életét, de tulajdonképpen szász, anyanyelve német, luteránus, tehát nem ortodox. És végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontos volt ebből az egész szempontból az, hogy tulajdonképpen Klaus Johannis mellé állt végül Băsescu elnök, aki ugye most fejezi be a második ciklusát, már többé nem választható, de egyébként rendkívül negatív megítélése van a román társadalomban. Ezt igyekezett ponttal ki is használni, rámutatva arra, hogy ő az, aki tulajdonképpen a Băsescu általi nagyon balkánias vircsavtal szemben valami más fog az ország számára. És hogy bocsánat, és nem volt nagy politikai gyakorlata, mert ő polgármester. Abszolút így van. Igen. Most mi történt? Az első fordulóban pont a 10%-kal megelőzte Johannist, ami hát evidens módon már gyakorlatilag kész tényként kezelte mindenki, hogy meg fogja a második fordulót is nyerni. És akkor történt valami a két forduló közötti két hétben. Egyrészt fölázat Erdély, aki hirtelen, de az erdélyi románság is nyilvánvalóan, tehát itt most, ha Magyarországon az ember azt mondja, hogy Erdély, akkor mindenki rögtön a magyarokra gondol. Na most nagy lelkű vagyok a magyarokkal szemben, mert lehetnék, körülbelül 1.400.000 magyar él Erdélyben. Nem él már ennyi. De legyünk nagyon nagyon. És körülbelül 7 millióra már. Tehát így kell Erdélyt fölfogni. Na most, ha én azt mondom, hogy Erdély föllázad és Johannis oldalára áll, akkor itt egy komoly román lázadásról van szó tulajdonképpen. Ugyanakkor persze a magyarok is bizonyos értelemben elmentek szavazni. Eddig ugye a magyar párt, illetve a magyar pártok, akik szatelit pártok, támogatói úgy fogták föl, hogy Románia elnökének a megválasztásához nekünk semmi közünk nincsen. Az egy román vircsavt, úgysem, miért nem, tüntetően nem mentek el szavazni. Ennek az el nem menésnek egy alkalommal nagyon jelentős következménye volt. Ez akkor történt, amikor 2012 nyarán megpróbálták elmozdítani egy referendummal Băsescu elnököt, és akkor Orbán Viktor átment, és azt mondta az erdélyi magyaroknak, hogy megerősítette ebbe őket, hogy nem menjenek el szavazni. Nem a ti dolgotok, hogy most. Most ezzel nyilvánvalóan Băsescunak segített nagyon jelentős mértékben, mert ezáltal a elmaradó magyarok szavazata is hozzájárult ahhoz, hogy ez a referendum ne legyen akkor hatékony. Jelen pillanatban viszont a magyarok úgy érezték, hogy azért mégiscsak itt van egy német, aki mellé oda kell állni. Egy érdekes momentum, lehet, hogy ebből hasznunk lesz, lehet, hogy csak egyáltalán megmutatjuk Bukarestnek az erőnket. Nagyon nagy számba mentek el szavazni a magyarok. Hargita megyébe, ami egy székelyföldi megye, Hargita megyének a 80%-a Johannisra szavazott. Ez volt a legmagasabb Johannis támogatottság az egész országban. Fölázadtak a városok, érdekes mondtam. Tehát az óromániai városok is. Akik azt mondták, hogy nem tudjuk, hogy ez a Johannis mit fog csinálni, de nem akarjuk azt a balkáni megoldást, amit Băsescu, illetve Ponta is művel a belőle.
az egész értelmiség gyakorlatilag Johannes mellé állt. Az értelmiségnél egy külön kis érdekesség mutatkozott. Tulajdonképpen én azt érzékeltem a román értelmiségnek a magatartásában, amit Amerikában érzékeltem 2008-ban, amikor megválasztották Obamát. Az első ugye fekete elnököt. Itt is azt mondták, hogy legyen már valami más. Milyen jó lenne az az országnak, hogyha valami egészen szokatlan dolog történne. A román értelmiség szinte javarészt szerint szabadult. És volt egy nagyon negatív történet, Konta számára nagyon kedvezőtlen, hogy a diaszpóra, nem felejtjük el, legalább 2 millió románér a határokon kívül nyugaton. Tehát ez most nem a mondjuk Békés megyére célzott, hanem nyugaton körülbelül 2 millió román él. Ők nagyon Johannes pártiak voltak. Nagyon nagy számba vettek részt már az első fordulóban, és nagyon fölháborította őket az, hogy volt, aki 5-10 órát kellett állnia a sorban, hogy szavazon, és az óra előtt csapták be a kapukat, mert lejárt ugye az idő. És ezt mind nem valószínű, nincs rá bizonyíték, hogy portáig manipulálni próbálták volna ezzel a választási dolgokat. A hatalmon lévők nem szokták manipulálni a választásokat. Nem volt rá bizonyíték, de mindenki így könyvelte el. És tudom jól, hogy például az egyik unoka öcsém, aki magyar-román állampolgár, csak magyar, Amsterdamban él, csak magyar papírokkal működik a világban, ő magyarnak tartja magát, ekkor azt mondta, hogy na, előásom a román útlevelemet, és elmegyek szavazni. És elment Hágába, Amsterdamba, elutazott még Hágába, hogy szavazni tudjon. Tehát ez is mutatta azt, hogy volt valami olyasmi, ami nagyon megmozgatta. És bizony ebből az lett, hogy a plusz 10% ponta javára mínusz 20%-ra változott, ami azt jelenti, hogy Johannes 10%-kal megverte pontát. Nagyon sokkoló volt. Én néztem a tévében a bejelentést, tehát a bejelentésed a történetet. Pontak egy nagyon gyakorlatias ember, rendkívül jól kommunikál, sokkal jobban, mint Johannes. Az egyszerűen sokkot kapott. Tehát lefagyott. Nem tudott reagálni. Ezen együtt is rendben volt, hogy ő vége van, gratulálok, kiszállok. Persze, abszolút. Kérhette volna a szavazatok újra számlálását. Mennyire játszott szerepet, hogy ugye a kampányban megjelent a Viktor Pontával kapcsolatban is az orosz barátság vált? Ez, igen, ez egyáltalán nem játszott szerepet, de már csak azért sem, mert ez nem igaz. Tehát tényszerűen a román elit az olyan mértékben elkötelezett a nyugat, a transzatlanti szövetségi rendszer mellett, ahogy Magyarország soha nem volt. Tehát Románia és Lengyelország, most a Baltikumról nem beszélek, érthető módon ők kifejezetten veszélyesnek érzik az orosz közelséget, és egy nagyon határozott NATO politikát hisznek, nagyon elkötelezetten, nem véletlen, hogy Romániában egy nagyon komoly Taszágnál sokkal jelentősebb, tehát a volt a Taszágnál sokkal jelentősebb amerikai katonai bázis működik a Fekete-tenger partján, annak nagyon nagy szerepe van a közel-keleti Amerika politikában, és mindig következetesen kitartanak. Na most, csak egy megjegyzés, hogy másik oldalról is, ugye román-orosz viszony, legalábbis a 19. század elejétől, 1812-től, hogy Beszarábia az orosz birodalomhoz kerül, rendkívül bizalmatlan, kölcsönösen bizalmatlan. Tehát például, míg a lengyel-orosz viszonyban benne van egy konstruktív együttműködés, de van a durci-murci lehetősége is, a románokra csak azért figyelnek, mert nagyok, érzékeny helyen vannak és kockázatot jelentenek, de az orosz-román viszonyban semmilyen tekintetben nem látok egy pozitív kifutási lehetőséget, mint a lengyelben időről időre van. És az is világos, túl az energetikai sajátos helyzetén Romániának, hogy a déli áramlat kapcsán soha fel nem merült, hogy Románián keresztül menjen. Tehát van orosz oldalról egy tartós bizalmatlanság között. Na most a helyzet az, hogy a kampányban Ponta belengedte azt, hogy a volt államfő ellen eljárás indul. Ami egy nagyon érdekes, precedens teremtő eljárás lett volna, hogyha ez megvalósult volna. Mert ugye sok minden baj van a fején Băsescu-nak, a román flottának, kereskedelmi flottának a magánosítása és sok minden egyéb. Tudni kell azt, hogy szemben a legtöbb kelet-európai országgal. Romániában ma már
egymásnak adják vezető politikusok a börtönök kapuinak kilincsét. Tegnap talán történt az, hogy a bűnöldöző szervek főgyészét tartóztatták le. De miniszterelnök van börtönben, volt miniszterelnök van börtönben. Egy nagyon komoly korrupció ellenes eljárás van. Ebbe beleillett volna az, hogy Băsescu tulajdonképpen szintén el, hogy mondjam, a sors utána nyúljon. Johannes szerintem ezt meg fogja akadályozni, és erre több oka van. Egyrészt tényleg szövetségesen lett Băsescu abban, hogy megnyerte ezt a választást. Kettő, Johannes fölméri azt, hogy Băsescu-nak nagyon nagy érdemei vannak Amerika és Brüsszel felé. Tehát akkor, amikor Brüsszellel vagy Amerikával kapcsolatban egy-egy politikus itt a környékünkön megnyilatkozott, Băsescu azonnal elhatárolódott ettől az egész történettől. Nem véletlen, hogy Johannesnak az első kijelentése megválasztása után nem kellett volna, de semmi különösebb tétje nem volt. De azt mondta, hogy ami Magyarországon zajlik, az nem demokrácia, és elhatárolódott Orbántól. Tehát ez egy nagyon... És ugyanakkor ugye Johannesnak megvan, Románia egy prezidenciális rendszer, ahol nagy jogosultságai vannak az elnöknek, tehát nélküle egy ilyen eljárás nem folytatható le. De hogy ez komolyan fölmerült Băsescu részéről is, az azt mutatja, hogy Băsescu pár hónappal ezelőtt kijelentette, hogy amint lemond, tehát amint kilép elnöki szerepéből, azonnal fölveszi a moldvai állampolgárságot, célozva arra, hogy ezzel is a két népnek az integrációját és a csatlakozást, tehát az fogja szolgálni. De ezt rögtön a sajtó úgy értelmezte, hogy ki volt próbál, hogyha kiadnák jelen az eletartóztatós parancsot, akkor hirtelen elmenne Moldvában, mint a Moldván állampolgár. Tehát van egy ilyen kis történet is és érdekességek az egészben. Visszatérve a kérdésedre az, hogy immanens kérdésedet az, hogy tulajdonképpen most mi fog történni ebben a helyzetben. Ez tulajdonképpen az fog történni szerintem, hogy most a jobb oldal, ami nagyon csúnya vereséget kap, amire nagyon-nagyon csúfos vereséget mért a bal oldal Romániában 2012-ben, az tulajdonképpen most elkezd szerveződni. Ami ebben belejátszhat egy nagyon érdekes magyar jelenségként az, hogy jelentős liberális tömegek vannak a jobb oldalon is, és jelen pillanatban Tevicsánó révén a bal oldalon is. És most ez egy érdekes versenyfutás lesz a román politikán belül, hogy melyik liberális áramlat fog megerősödni. Az, amelyik tulajdonképpen a bal oldalon egy nagyon minőségi társaságot tudott összeszedni, illetve az a jobboldali liberális tömeg, amelyiknek történelmi perspektívája van. Ne felejtsük el azt, hogy Románia, mint állam megteremtésében, Románia Erdély megszerzésében, az első világháborúban való átállásban, és minden egyébben a liberális párt, a nemzeti liberális párt volt az, ami Romániában ezeket a nagyon fontos történelmi, hát úgy mondjam, román szempontból víványokat elérte. És ennek a gárdája tulajdonképpen túlélte a kommunizmus időszakát azáltal, hogy emigrációban élt. Én magam számos vezetőjüket megismertem Párizsban, ott éltek jó részt, vagy Amerikában. És ez még mai napig él, egyfajta jobboldali hagyományt, antikommunista hagyományt vinne. Kérdés, de ez a része a liberális román politikai erőknek mindenképpen egy konzervatív lesz. Tehát nem nagyon tud a jelenlegi kérdésekre pozitívan válaszolni, inkább csak hát mondjuk azokat a konzervatív praktikákat tudja megvalósítani, ami például Magyarországon is azért gyakori. Ne felejtsük el azt, hogy Băsescu elnök számos olyan intézkedést, olyan lépést, intézkedést tett, olyan lépése volt, ami tökéletesen beleillett egy Fidesz típusú politizálásba. Nem volt kétharmada, ez volt az egyik, és kettő kötötte a nyugati szövetségét. Tehát ez volt az, ami mégis Romániát megtartotta a demokrácián belül. Jelen pillanatban egyébként Romániában valóban egy, hogy mondjam, sietünk, vagy még mondhatok azért egy-két dolgot. Tehát egy másonnan közelítek meg,
az, hogy, hogy milyen fontossága van annak, hogy az ember egy országban hogy érzi magát. Milyen politikai fontossága. Ha én Oroszországban utazgatom, ami hát azért, halljuk meg, mégiscsak több pártrendszer van, valamelyes irányított, de mégiscsak megmaradt demokráciának egyáltalán. Ha ott utazgatom, rosszul érzem magam. Ha Kínában teszem ugyanezt, ahol egy pártrendszer van, ahol abszolút értelemben vett kommunista rendszer van még mindig, mégis mindig jól érzem magam. Mi annak a magyarázata? Konyha. Nagyon szeretem az orosz magyarázatot. Így van, nagyon szeretem az orosz magyarázatot. Na most egyszerűen az, hogy Kínában az ember azt érzékeli, hogy minden nap valahogy a limitek azok tágulnak, a keretek tágulnak. Minden nap valami épül, valami liberálisabbá válik, valami jön létre. Oroszországban meg minden nap csökkennek ezek a keretek, és ezt érzik az ember. Most Romániában éppen a kereteknek a tágulása érzékelhető jelen pillanatban is. Tehát olyan dolgok zajlanak, ami Magyarországon elképzelhetetlen. Tegnap volt egy filmbemutató, néhány embernek itt említettem, egy román filmnek a bemutatója, találkoztam a nagykövettel ott, és mondtam, hogy mi ez, miről lesz román. És azt mondja, hogy nagyon érdekes, és elmondta három szóban a történetet. A rendező egy olyan 50-es éveiben járó, nemzetileg nagyon elkötelezett, nacionalista. A nacionalista pártok által támogatott, aki Antonescu, aki az ottani Horthy volt, sokkal rosszabb volt bizonyos értelemben, mint Horthy, mert egy nagyon ügyes ember volt, és talpra esett a Horthy csodálatosságával együtt. Tehát Antonescu-nak a rehabilitációját próbálta elérni, és éppen ezért fogta, gyűjtött pénzt a nacionalista pártoktól, elment Odesszába, ahol amit a románok szálltak meg a II. Világháború alatt, és Transnisztriába, és elkezdte forgatni ott a meglévő dokumentumokkal, mert még egyik-két még élő emberre, hogy mi van. És ez a teljesen nacionalista, sovén ember ott szembesült azzal, hogy mi történt, és a filmben ezt a revelációt adta át, hogy rádöbbent arra, hogy Antonescu valójában ki is volt. Miért volt háborús bűnös? Miért nem lehet igazából egy nemzeti idol? És erről szól ez a film. Ez az Odessa, ugye? Ez az Odessa, igen. És tehát azért mondom, hogy lehetne a manapság egy ilyen filmet forgatni, miközben mindent tudunk Horthyról. Mindent tudunk, de ugye minden rendben van vele. Na most hát ugye nem jött be Ukrajnába az autonómia, de majd most itt románoknál. Hát az új elnök mindjárt leszögeztetett az autonómia, az azért nem. Mi van most a magyarokkal? Hogy állnak ez hozzá? Nézzük meg, hogy nincs jelen ez az autonómia. Tehát ugye 14 és fél éven keresztül volt az RMTS a román kormánynak, jobbnak, különböző román kormányoknak a tagja. Most úgy tűnik, hogy nem lép be a kormányba, de ha a Törícsánul lett volna, akkor vannak információk, hogy beléptek volna. Mit jelentett ez a 14 és fél év kormányzása 25 évből? Azt jelentette, hogy az autonómia legfontosabb elemei megvalósultak. Az erdélyi magyarság az autonómia legfontosabb elemeivel bír, iskolákkal bír, mindenütt használható gyakorlatilag a magyar nyelv, ahol 20% van egy városban magyar, ott magyar rádió indult. A legdöbbenetesebb volt számomra Segesvár, ami egy nagy német város volt, kiürült, a németek elmentek, románok jöttek be, és egyszer csak odautazom és magyar rádiót hallok. Hogy? Kiderült, hogy 20%, több mint 20% magyar él Segesváron. Tehát, na most nagyon sok minden nem valósult meg, de ez a következő időszaknak a perspektívája, amit RMDS-szel a kormányban és egy határozott politikával meg lehet valósítani. Azzal nem, ha Magyarországról követeljük ezt, azzal nem, ha az RMDS-t megpróbáljuk mindenáron egy olyan helyzetbe kergetni, hogy kívülről szemlélje a kormány munkáját Romániában. Nem tudjuk, nem lehet ezt megcsinálni akkor, hogyha tényleg magyar sérelmi politika megy csak állandóan, és nem tudjuk anélkül megcsinálni, hogyha ezt nem a többséggel együtt egy megegyezéses, tárgyalásos, együttkormányzási folyamatban belül csináljuk meg. Na most a jobboldali magyar kormánynak a politikájának a lényege az volt,
hogy az RMD ezt kikergesse a mindenkori román kormányból, gyengítse annak erejét, és hogy tulajdonképpen mindenféle erdélyi magyar képviseletet kifejezetten rákössön az Orbán kormánynak a járszalagjára, úgyhogy mondjam. Tehát, hogy innen nyomják meg a gombot, és ott történjen meg a robbanás. Tehát erre azt tudnám mondani, hogy az autonómiát olyan szempontból, ahogy azt meghirdették Budapestről, nem lehet semmiképpen megvalósítani. És gyakorlatilag itt a kérdésre vonatkozóan erre két megközelítésem van. Az egyik az, hogy ennek a felismerése talán Johannes részéről megtörtént. Nem véletlen, hogy mit mondott a magyar kormány rögtön megválasztása után. A másik pedig azért ő is emberből van. Ne felejtsük el, ő mint román, luteráns, többet kell teljesítsen románságból, mint egy egyszerű román. Tehát neki be kell bizonyítani azt a románságnak, hogy ő román. Hogy nem úgy román, hogy az abban nyelvbe született volna bele, hanem úgy, mint egy politikai entitás. Ő román politikai entitás. És szerintem ezt teljesen normálisként kell elkönyvelni, hogy tudnék, az RMDSZ valamennyi nagyon-nagyon sikeres politikusa ugyanezt a taktikát követte, és szerintem helyesen járt el. Nem véletlen, ne felejtsék el azt, hogy Markó Béla, aki hosszan volt az elnöke az RMDSZ-nek, és aki akcentussal beszél románul, azt hiszem 8 éven keresztül minden évben megválasztották a román parlament legszebben beszélő románul természetesen politikusának. Mert tényleg olyan Kissinger-féle történet, Kissingernek mai napig érződik a német accentusa, de gyönyörűségesen beszél amerikai angolul. Na, és ugyanezt történik. Tehát abban az esetben ez nem lenne másképp megvalósítható, hogyha ezek az emberek nem azonosultak volna a saját hazájukkal. Na most ez a saját haza az azt jelenti, hogy Markó Béla 8 éven keresztül volt Románia miniszterelnök helyettese. Na most természetesen ilyen állapotban neki a román érdekekkel kellett azonosulnia. Természetesen ez sokkal árnyaltabban látta ő, mint magyar, hogy hogyan és miként kell a kompromisszumokat megkötni ebben a vonatkozásban. De mikor azt kellett mondani, hogy van egy magyar országi és van egy romániai érdekkonfliktus, akkor ő a romániai mellett kellett elkötelezze magát, mint miniszterelnök helyettes. Most én el tudnám válaszolni Johannessal kapcsolatban is. Na most ugye látjuk, hogy vannak a külpolitikában problémák, vagy eddig voltak, de hát most ugye itt a megoldás, új külügyminiszterünk van Szijjártó személyében. Te dolgoztál külügyminisztériumban is. Mi lehet ennek a lecsapódása a folyosóinak ügynek, mi gondoltak ott az emberek, akkor azért itt az elmúlt 25 évben, főleg a megelőző 20-ban ugye szerintem két pozíció volt, amire a miniszterelnökök nagyon odafigyeltek. Az egyik a pénzügyminiszteri, ez éppen a Gyurcsány kormánynál egy kicsit megrottyant, de egyébként odafigyeltek, a másik meg a külügyminiszteri. Az is a Gyurcsány kormánynál voltam meg egy kicsit. Igen. És most mi van? Hát... Mert az ilyen még nem volt. Hát van. De szerintem ez... Tehát itt most hápoghatunk természetesen, mert erről most komolyan már nem lehet beszélni. Na de mégiscsak ennek nagyon nagy komolysága van. Tudnék itt a bizalmi. Tehát azt mutatja, hogy a miniszterelnök mérhetetlenül bizalmatlan a saját apparátusával szemben. Ezért gyakorlatilag egy olyan embert rakott oda, aki önmaga is nagyon bizalmatlan mindenkivel szemben, mindenkit kirúgott, aki tulajdonképpen még fideszes, tehát a fideszesekkel is megszabadult, és olyanokat rakott oda, aki részben vagy személyileg hozzákötött, ennek a nevetségességig menő, így van, tehát az, hogy oda mennek érettségével. Tehát ugye nem tudják őket kinevezni, mert azért van egy formája annak, hogy valakit alkalmaz egy minisztérium, felső végzettség nélkül nem le, a külügyminiszter nem alkalmaz. Nem fog tudni hülyességet beszélni, mert nem beszél nyelvet. Így van. Németnének is csak kérdéségére. Milyen nagyszerűen teljesítés. Mégis milyen jó. Tehát
Tehát a történetnek a lényege gyakorlatilag az, hogy most mérhetetlen bizalmi válság van, senki nem bízik senkiben, ergo, tehát a bent maradt emberek sem bíznak ma már, tehát akik ugye megúszták egyelőre a vanállásuk, de én úgy hallottam, hogy most ugye a november 15, vagy október végén, 31-én kirúgott 107 ember után, most még 75 embert kirúgnak, de az a 107 ember, ez bentről került ki, tehát a minisztérium épületéből került ki. A további 75 ember viszont a missziókból behívják őket és kirúgják. De egyébként, hogy mondjam, onnan már így is rúgtak ki embereket, hisz nagyon sok ismerősömet, barátomat, általán nem ismert ember tömegeit hívták haza, nagyköveteket is, majd berakták a gazdálkodási osztályra a referensnek, ez a legalacsóbb titulus. Majd utána azt mondták, hogy túl nagy a gazdálkodási osztály egy ilyen minisztériumnak, és kirúgták őket. Tehát ez volt a gyakorlat ennél az elmúlt hetekben, és mondom, még 75 ember várható. Úgy látom, hogy azokat adják ki főként, akik tudtak teljesíteni, és teljesítettek. Nagyon sok olyan ember volt, akit a véletlen vitt erre az útra, mit tudom, éppen lejárt a külszolgálata, bejött, berakták a gazdálkodásira, és kirúgták. Mert éppen haza kellett jönnie. És ugyanakkor a kulcspozíciókban csak is olyan emberek kerülhetnek, akik egyrészt nem diplomataként gondolkodnak, hanem külkereskedőként, és nem külkereskedőként gondolkodnak, hanem monomániásan a keleti lehetőségekre koncentráló emberek. Most az az érdekes, hogy ugyanakkor nem csak ide koncentrálnak, hanem itt említetted azt, hogy Oroszország megpróbál a világban, ugye főként a harmadik világban majd olyan pontokat találni, ahol Amerikának befithet. Ugye ez a szovjet, ugyanezt csináltam a szovjetét. A legtöbb fiatalt most úgy veszik föl, hogy a harmadik világban koncentrálódjanak. Tehát menjenek, Magyarország a harmadik világ felé orientálódik. Tehát ez is ugye az újabb lehetőségek keresése a nyugati források pótlására. Nem tudom szóba hozni itt most azt, hogy én ezt már egyszer átéltem Románia vonatkozásában, amikor a 70-es, 80-as években jól láthatóan a Ceausescu rendszernek, amelyik ugye hátat fordított az oroszoknak, nyitott Amerika felé és a nyugat felé, majd eközben, hogy a nyugat felé nyitott, az oroszoknak kémkedett technológiát, és adta el az oroszoknak. Tehát a pávatánc nem új keletű találmány. Ez rövid úton lelepleződött, és ahogy lelepleződött, Ceausescu felfedezte annak a roppant előnyeit, hogy miként lehet a szuverenitásból jól megélni. Tehát az, hogy mi szuverének vagyunk, nem vagyunk senkihez elkötelezettek, mi elmegyünk a bokasszáikhoz, elmegyünk Ugandába, elmegyünk Indonéziába, tehát a harmadik világba, ott még fogadnak minket, fantasztikus, nagyon jó gazdasági kapcsolatokat alakítunk ki velük, virágzik a gazdaságunk, ezt láttuk Románia esetében, hogy virágzott. Tehát ugyanott tartunk a dolgok, lényegét, mert nem azt mondom, hogy filozófiája, mert az túlságosan sokat feltételezne erről a történetről, inkább arról van szó, hogy a kényszerek bizonyos politikai erőket egyfelé fognak tolni, és ez a kényszer, márpedig, tehát hogyha olyan döntéseket hoznak ezek az erők meg, márpedig úgy látom, hogy Magyarországon most azokat a döntéseket hozták meg, amelyeket Románia már egyszer kipróbált, és nem jött benne. Csak egy megjegyzés, hadd tegyek hozzá, tényleg hallgatva itt az Attilát, hogy ezt a szuverenitást mindenáron, van ez a gonosz vicc, amit nagyobb nyilvánosság előtt nem is mondanék, és ugye leginkább Mongólia kapcsán szokás volt mondani, hogy melyik a világ legfüggetlenebb állama, és Mongólia, mert tőle aztán semmi sem függ, tehát én értelemben mi is eljuthatunk ebbe a fázisban, hogy egy idő után elmondhatják, hogy mi olyan függetlenek vagyunk, hogy tőlünk, aztán már tényleg semmi nem igen, más helyen már idéztem Churchillt, ugye a második világháború megnyerése után ő rögtön kiírta a választásokat, hogy még azt gyorsan megnyerhesse. Az ellenfele a munkáspárt vezetője Attlee volt, akivel egyébként a háborús kabinetben együtt dolgoztak,
Tehát végül a táborúnak megnyertük, ki kellett ütni Etlit, és erre azt mondta Churchill, hogy az Etli olyan mértékben jelentéktelen, hogy a múltkor megállt a parlament előtt egy teljesen üres autó, és kiszállt belőle Etli. A választásokat Etli nyert, de elképzeltem, ahogy az amerikai külügyminisztérium előtt megáll egy teljesen üres autó. De az a probléma viszont most visszajön, amit te mondtál a január-február kapcsán, hogy nem volt senki, aki észrevette volna a jelzéseket, amiket adnak. Mert ugye ez megint valami fajta külpolitikai vagy diplomáciai gyakorlatot feltételez, hogy a finom mondatok mögül előjön. Ugye a német Zsolt, aki megjegyzem, szintén nem a finomabb külpolitikusok közé való, de ő már jelezte korábban állítólag, hogy itt bajok lesznek, mert itt most már jönnek a jelzések. És ugye ott nincsenek gyakorlott diplomaták, ezt nyilván meg lehet tanulni, csak praktikból, igen, időt kell hozzá, akkor ez előfordul. Egyébként az a hír jön, hogy semmilyen információt innen bentről nem küldtek ki, kintről már nem mennek visszaküldeni gyakorlatilag. Van néhány nagykövet, aki ezt megteheti, például Szapári megtehette és jelezte is, de az... Azt nem tették figyelembe tulajdonképpen. Most mire vonatkozóan? Hogy az amerikai problémák vannak azért a... Tehát egyszerűen egy olyan kivárás van a külügyminisztériumban, ami hát eddig sem, ami gyakorlatilag akadályozza a munkát. Most abban maradtunk az urakkal, hogy a végén néhány kérdésre lehetőséget adunk, ha valamire nem válaszoltunk, akkor igen, akkor előbb ott aztán Karcsi. Az egyik az, hogy egyszer volt hír, hogy ezek a potenciális eurázsiai szövetséges országok, látva a gyukanával, mi történik, hogy mégis meggondolják. Most az egyik kérdésem az, hogy ez ebből mi lett. A másik, hogy amikor te mondtad, hogy az Orbán mit mondott két napja, én úgy értettem, hogy ő ezt a nyugati magyarságnak mondja, hogy tessék ötödik hadoszoknak lenni, és most sarkítom az aknamunkával is erősíteni Magyarország pozícióját. Tehát, hogy nem az Európai Unió tagállamaihoz szólt, hanem inkább a nyugati magyarsághoz. Nem tudom, hogy a melyik az igaz. És a harmadik, ez már részben szerepelt, hogy ugye Amerika számára Orbán és a káosz közül Orbán jobb. Na most akkor mindaz, ami most történt, meg Ukrajnával történt, az ezt mennyiben fogja tudni megváltoztatni? Akkor az elsőre válaszolnék. Valóban azt azért lehetett sejteni, ugye február végén jelentek meg ezek a zöld emberkék, vagy ahogy másképpen emlegetik a Vizsligyev Tomácsikét, tehát az udvarias géppisztolyosok, akik aztán lemanőverezték azt a történetet, ami ugye március közepén végül is népszavazás, majd pedig annexióval zárult. És nagyon érdekes, hogy már akkor lehetett sejteni, hogy ez a foggal körömmel ragaszkodás Ukrajnához, és aztán április elején elkezdődik a kelet-ukrajnai történet. Szóval, hogy éppen a legszorosabb szövetségeseit fogja bizalmatlanná tenni és elidegeníteni. És valóban, ugye a két legszorosabb szövetséges minden ellentmondásossága mellett mégiscsak Belorusszia és Kazahsztán. És a belorusz elnök azért nagyon érdekes dolgokat mondott. A belorusz elnök, csak hogy néhányat hadd említsek, ugye május végén írták alá az alapító nyilatkozatát az Eurázsiai Gazdasági Szövetségnek, amely idén január 1-jével lép hatályba, és ott volt egy nyitott kérdés a szénhidrogének adóztatása a BAM eljárás körül. Nem tudtak megegyezni, és azt mondták neki, hogy de majd 2025-ig ez a dolog majd úgy össze fog valahogy simulni, mire képes volt sajtótajtékoztatón azt mondani nyilvánosan, hogy ő csak azt nem érte, hogy ha 2025-re sikerül ezt a fontos kérdést megoldani, akkor mi nem akkor írjuk alá a papírt. Ami azért őszintén szólva, hát nagyfokú impertinencia, hogy nyilvánosan szóba. Tehát, és hát talán két héttel ezelőtt például arról nyilatkozott, hogy ő mondta a Janukovicsnak, a régió cimborájának, hogy nem lesz jó ez a jobboldali szektor, amit ő finanszíroz. Na most ezt nem akarom azt mondani, hogy a történet azért érdekes, hogy olyan dolgokat enged meg magának, amit talán, mert hogy érzi azt a helyzetet, hogy Oroszország
egyfelől fenyegetést is jelent, másfelől pedig próbálja magát pozícionálni. De ennél érdekesebb a Nurszultán Nazarbajev, a kazak elnök. Ugye, hát megint a hübrisz, ugye Putyin, aki tényleg kiválóan és világosan fogalmaz, valahol fiatalokkal találkozva a nyár végén vagy az ősz elején azt mondta, hogy ott, ahol ma Kazaksztán van, ott nem is létezett soha állam. Na most egy fiatal állam esetében ennél érzékenyebb és tapintatlan dolgot mit kell lehet mondani, mire a Nurszultán Nazarbajev másnap a kazak televízióban rögtön mondta, hogyha nem fogják betartani azokat az alapelveket, amit rögzítettünk az alapító szerződésben, akkor mi elhagyjuk a szerződést. Tehát már lényegében azt mondta, hogy mielőtt hatályba lépne, ők ott hagyják, hogyha bizonyos alapdolgokat nem tartanak tiszteletbe. És nagyon fontos, hogy az utolsó szakaszában a szerződés szövegezésekor a belorusz és a kazak nyomásra minden olyan elemet, ami nem a gazdasági működés, hanem politikai, ezt egyszerűen kidobták. Mert hogy érzékelték ezek a figurák, hogy ez a ő politikai szuverenitásuk korlátozása lenne. Tehát tényleg paradox módon, ahogy ragaszkodik Ukrajnához, és szinte eszközökben nem válogató módon teszi ezt, épp az addigi leginkább kitartó és bizalmi kapcsolatai törték fel. És még így is megéri Oroszországnak? Azt hiszem, hogy itt nem egy gazdag, tehát hogyha például megnézzük, hogy a kazahokkal és a beloruszokkal, de még az ukránokkal és a 2000-es évek elején, és Moldávia volt, még Moldova volt a negyedik állam, amelyikkel még a 2000-es évek elején is ezek az államok Oroszországgal a külgazdaságuk 40%-át, forgalmának 40%-át bonyolították le, ma már ennél jóval kevesebb. Oroszország felől nézve pedig az a furcsa helyzet, tehát is furcsa, hogy ugye az orosz gazdaság egy Európai Unió felé fordított gazdaság. Az orosz gazdaság kivitele és behozatala durván 50-50%-ban az Európai Unió 28 államával bonyolódik le. Utána jön Kína valahol most a 14-15%-nál, de például tavaly a kínai forgalom visszaesett. És hát ha megnézzük a kínai szerkezetét, tehát hogy mit visz ki Oroszország Kínába, akkor annak kevesebb, mint 1%, ami a fejlett technológia. De egyébként ez az egész kivitelére jellemző Oroszországnak. Mondjuk ezért is nagyon figyelmet érdemli, amikor mondjuk az Orbán ilyen kicsit dodonai módon Oroszországot példának hozza fel. Szóval egy olyan ország, amelynek a teljes GDP-je 1,5-2%-a a fejlett technológia, és a kivitelének durván 1%-át teszik ki, hát akkor, de hogy mondjak egy még döbbenetesebbet, egy olyan országról beszélünk Oroszország esetében, ahol a megtermelt jövedelmek 55%-a a lakosság 1%-ához kerül, ahol a jövedelmek és a vagyonok 85%-a az a lakosság 10%-án. Akkor lehet, hogy erre gondoltuk. Hát lehet, hogy egy őszinte pillanata volt. Igen, tehát hogy ez a mintázat, egyébként Ukrajna is nagyon közel van ehhez, ezek ugye, azzal tudnám jelezni, hogy ma a szovjet felbomláskor a lengyel és az ukrán gazdaság az kb. Egy nagyságrendet képviselt, ma kb. 2,5-szer, majdnem 3-szor nagyobb a lengyel gazdaság, mint az ukrán. Miközben teszem hozzá, a leggazdagabb ukrán ember az 15 milliárdos magánvagyonnal rendelkezik, a leggazdagabb lengyel meg 3-3,5 milliárddal. Tehát csak azt akarom érzékeltetni, hogy mind Lengyelország, mind Oroszország a javak és jövedelmek elosztása tekintetében egy egészen másfajta mintázatú, mint amit Európában megszoktuk, és ez nem is amerikai mintázat, még az amerikainál is drámai. Szóval, hogy ez legyen, ez az ország legyen, és még tudnám sorolni, hogy ez lenne példa. Szóval röviden azt akarom mondani, hogy nyilván a dolognak, tehát ez a projekt, amit úgy hívnak, hogy Eurázsiai Gazdasági Unió, és amiből Eurázsiai Uniót akar majd idővel Putyin formálni, ez egy gazdasági köpenybe belebújtatott politikai projekt. Tehát igazán nem az egymáshoz kapcsolódó, tehát nem a gazdasági szálak ereje és nagyságrendje köti ma már össze ezeket a kinézett vagy megcélzott államokat, hanem az a cél, hogy igazán talán itt van az utolsó pillanat, amikor ezt a volt szovjet térséget, ezt a geopolitikai teret úgy tudjuk újjászervezni, hogy ennek az újjászervezésnek mi vagyunk a vezetői. És ezt miután nem lehet direkt politikailag megtenni, egy ilyen hátsó udvaron, tehát a gazdaság hátsó udvarán keresztül próbáljuk, de még egyszer mondom,
ugye, hát ez a szembenállás is, az Oroszország és a Nyugat szembenállása, tehát az Európai Unió és az Egyesült Államok lehet, hogy veszít folyamatosan néhány feltörekvő államhoz képest a világgazdasági részesedésé, a világgazdaságon belül részesedésével, de az EU és az Egyesült Államok mindig a világgazdaság felét állítja elő. Oroszország vásárlóparitáson 3%. Ha Európát nézzük, Európában az Európai Unió országai, ha mondjuk Európa gazdaságához számítjuk Törökországot is, akkor az Európai Unió országai az európai gazdaság 77%-át teszik ki. Ha ezt hozzásoroljuk azokat a fejlett, de az EU-hoz nem tartozó országokat, mint mondjuk Izland, Norvégia, Svájc, akkor ez 80%. Oroszország 11%. Törökország 5%. Tehát Törökország majdnem fele az orosznak. Tehát például európai összehasonlítás, tehát hogyha az európai szinteret nézzük, akkor az Európai Unió és Oroszország gazdasága vásárlóparitáson is 7-8-szoros. Szóval lehet szembenállni egymással, de hát nem hiszem, hogy tartósan különösebb értelme van ennek. A másik kérdés, igen. Tehát azt látnunk kell, hogy ugye a diaszpora, a magyar diaszpora, amelyikbe nagyon felülreprezentálódott az utóbbi időben az 56-osok rovására a határon túli magyarok, tehát elsősorban az Erdélyből menekültek, 80-as években. Azokban volt egy nagyon határozott jobboldali elkötelezettség, némi nacionalizmussal, igazából azt szerették volna képviselni ezek az kinti kormányaikkal szemben, mondjuk Amerikában, vagy Svédországban is, hogy még inkább lépjenek föl a határon túli magyarok érdekének védelmére. Miután 89-ben gyakorlatilag ez bizonyos értelemben okafogyottá vált, nem vált teljesen okafogyottá, mai napig is ez az egyik dueleme ezeknek a csoportoknak, emigráns csoportoknak, de miután bizonyos értelemben, hát ott is ugye van egy párt, mondjuk Erdélyben, amelyik tudja képviselni a jogokat, a kisebbségi jogokat, ezért ezek mintegy örökbefogadták a mindenkori magyar jobboldali kormányt. És Orbán Viktor számukra is egy kitüntető személyiség, akit tüzönvizen át követtek eddig. Erre Amerikában ráépült egy Magyarországról finanszírozott teljes struktúra, ami 15 millió dollárra, évi 15 millió dollárra, vagy egyszerű, egy 15 millió dollárra, most nem tudom, gazdálkodott és Fellegi vezette, ez most átkerült vezetését, illetve szellemi munícióját tekintve a századvéghez. Jó kezekbe. Így van. Na most, viszont ez egy nagyon érdekes fejlődés történik itt két vonatkozásban. Az egyik az, hogy különösen Európára vonatkozóan, de Amerikában is egyre több, az a fiatal magyarországi magyar, aki egyre ellenségesebb a jelenlegi kormányzattal szemben. Tehát az emigrációban elkezdődik egy színesedés és fellépés a magyar kormánnyal szemben, egyre jobb, több hangot érzékel az ember odakint. A másik része ennek a történetnek pedig az, és ez főként Amerikában, de egyes nyugat-európai fővárosokban rekedt magyarokról van szó, hogy ezeknek java része tulajdonképpen már nagyon is azonosul saját új hazájával, és azt kell tapasztalja, hogy a saját hazája, Amerika, Németország, stb. Egyre nagyobb kritikával szemléli a magyar kormánynak a működését. Elég megnézni Maximilian Telekinek, az amerikai magyar csúcsszervezetek elnökének a nyilatkozatát, most jelent meg valamelyik nap a Népszabadságban. Ő aztán végképp elkötelezett volt az Orbán kormány mellett, és bizony ő is, és a Landos család is nagy fenntartásokat kezd emelgetni Orbánnal kapcsolatban. Tehát itt is van egyfajta változás. Az, ami most itt lezajlott a pár nappal ezelőtt, talán Mayer közegben, vagy valamilyen ilyen a határon túli magyarok képviseletének találkozóján Orbánnal, az nyilvánvalóan egyfajta, hogy mondjam, ráncfelvallás volt az Orbán rezsim részéről, de ezt úgy hallom, hogy ez nem sikerült teljesen. Nagyon nagyok a fenntartások, és egyre inkább az emigrációban is kezdik elhinni azt, amit mondjuk a State Department mond,
hallják azt, amit megfogalmaznak az amerikai lapok, és ugyanakkor számukra sok minden tolerálható Magyarországon, de az nem, hogy az oroszokhoz átmegyünk. Tehát ez egy törésvonal jelen pillanatban. Karcsi? Én két megjegyzésem van, és egy kérdésem. Az első megjegyzés az, hogy bocsánatot kérlek, hogy egy bekiabálat, amit tudunk kérdőbe, de én... De jó, 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 egy kicsit másképp látom ezt az egész Európa-Uniót, mert hogy ha emlékeztek rá, az Európa-Uniós választások után nagyon erősödtek az aggodalom, hogy nagyon megerősödtek az euroszkeptikus pártok. Azt gondolom, hogy a bizottság mögött ott állnak a szociáldemokraták, szocialisták, a konzervatívok és a liberálisok, tehát nagyon erős a többségük. Ezt a bizalmatlansági indítványt az euroszkeptikusok indították, és nyilván nem fogják ezt megnyerni, de hogy arra készülnek, hogy a következő 5 évben, ahol csak lehet, ellehetetlenítsék a bizottság működését, az biztos, mert ezt be is jelentették, ez az egyik. A másik, hogy szóba került Görögország, én szerintem valami módszert ki kell találni Ukrajna segítségére, de Görögország az EU zóna tagja volt, a 160 milliárdnak több mint 60%-at a Görögországban lévő EU-s országok magáncégei írták le, tehát ők adták oda, nem hiszem, hogy az az út járható Ukrajnába, ami Görögországban. És a kérdésem pedig az, hogy ugye nem csak Obama, hanem Angela Merkel is egy nagyon kemény beszédet mondott Ausztráliában. Hazaérkezett, és a Bundestagban meg egy nagyon puha beszédet mondott. Most rögtön utána. Németországban az ARD-n egy nagy interjú volt a Putyinnal, és az másnap az összes német lap úgy jelent meg, hogy ez botrány, mert gyakorlatilag ez egy Kreml televízióvá vált az ARD, az egyik közszolgálati televízió. Másnap a CDF-be, a CDF-be egy nagy beszélgetés volt, ott volt az Egon Bár, aki a keleti politika, a keleti nyitásnak az öregje, 92 éves és nagyszerű állapotban van, de kimondottan óvatosságra intett, nagyon felkészülten óvatosságra intett az Oroszországgal kapcsolatos dolgok tekintetében. A Placek, aki az egyik legbefolyásosabb, bár visszalépett betegségben, mint szociáldemokrata, egyenesen azt mondta, hogy ismerjük el, hogy elfoglalták, mondja, a Krímet, legyen az övék, és kezdjük innen. Tehát azt akarom kérdezni tőletek, hogy egyik oldalon van egy nagyon egyértelmű és határozott, nyilvánvaló nem minden érdekek nélküli amerikai álláspont ebben az egész kérdésben, amit megértek, támogatom, bár látom azokat az elemeit is, amik azért az Európai Unióval szemben mennek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a németek nélkül nem lehet ezt a kérdést megoldani. Ők megoldották az északi áramlattal a maguk gázügyét. Na most hogy lesz ez? Mert én úgy látom, hogy az Angela Merkel az utolsó pillanatig a rendezés, tehát a tárgyalásos rendezés, hogy Németország nem fog belemenni a NATO tagságba, az biztos. Tehát hogy látjátok már így közelebbről az Európai Unióval, a franciák egyre inkább azon az állásponton vannak, hogy azt a helikopter szállító anyahajót, ami ott áll és sorba kerül, előbb-utóbb csak oda kellene adni az oroszoknak. Tehát hogy lesz ez itt Ukrajnával, és ezen belül Magyarországgal, mert eközben azért a Steinmeier is tárgyalta a mi külügyminiszterünk, és azt gondolom, hogy ő is érte ehhez a pávatánchoz, mert ott is hagyva függő dicsért az Európai Unócsát. Azt gondolom, hogy mivel Európa, és Európa is, hogy mondjam, Oroszország konfliktusa, mi várható ettől a 28 európai tagállamtól, a helyében egyáltalán ebben az egész súlyos konfliktus. Ott az utolsó kérdés, és akkor ez a megjegyzésre szeretnék csatlakozni. Ukrajna. Az az igazság, hogy meggyőződésem, hogy Oroszország nem fogja kiengedni Ukrajnát. Meggyőződésem, hogy Oroszország minden áldozatot meg fog hozni Ukrajnáért, mert ha Ukrajna elmegy, akkor az egész Eurázsiai Szövetség, amely alapvetően egy politikai vízió,
abszolút van. Az egésznek semmi értelme. És emőtt őt benne van ez a ruszkajádú sár, és ez volt, tehát arra jól tudom. Na most itt ebben a kérdésben, Ukrajna kérdésében azért látni lehet, és csatlakozom ahhoz, amit előbb a kollega mondott, nagyon komoly ellentétek vannak az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Más az érdekszféra, hiszen gyakorlatilag az Egyesült Államoknak a gazdasági érdekeltségei Oroszországban elenyészőek, negligálhatóak. Az Egyesült Államoknak, ugye, mint szuperhatalomnak alapvető geostratégiai érdekei vannak ebben a kérdésben, míg Európában is élén Németországnak alapvetően gazdasági érdekek vannak. Azt hiszem, hogy régen volt, vagy soha nem volt ilyen jellegű nézeteltérés az Egyesült Államok és Németország között, mint ma Ukrajna kérdésében van. Igen, hát azt hiszem... És még ne, a kérdésem lenne még ehhez kapcsolódóan. Tulajdonképpen említette a Attila, hogy 140 milliárdot esetleg oda lehetne adni Ukrajnának. Na most hát azért azt világosan látjuk, hogy Ukrajna ma gyakorlatilag a gazdasági összeomlás szélén van. Egy. Gyakorlatilag Ukrajna kormányozhatatlan. A keleti rész egyértelműen. Egyértelmű az, hogy az ukrán gazdaságot az ukrán oligarchák irányítják és tartják kezükbe, amelyek szoros szállal kötődnek az orosz oligarchákhoz. Az is nyilvánvaló, hogy lévén egy több mint 630 ezer nézetkilométeres, 50 milliós ország óriási falat. Az az ukrán gazdaság, hogy lélegeztető készülékre tegyük, több száz milliárd eurót igényelne. Évente nem, de nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy az Európai Unió mai helyzetében melyik az a Európai Unió vezető, elsősorban Merkelre gondolok, Németország kancellárjája, aki vállalni tudja azt a politikai és gazdasági kockázatot. Nem beszélve arról, hogy Németországnak 30 milliárd eurós beruházásai vannak Oroszországnak, és állítólag 300 ezer munkahely részben vagy teljesen az orosz exportra dolgozik. Tehát itt olyan anomáliák vannak, kérdezem én, hogy ez hogy oldható fel? Hát itt az egyik válaszom kapcsán ugye utaltam rá, hogy az orosz magatartás jelenleg ugye arra appellál, hogy a nyugaton belül azok a ma is látható törésvonalak, azok kiszélesednek, élesednek, és vita alakul ki a finanszírozásról, ki milyen arányban és hogy milyen tartósan. Tehát ez a különbség látható, számokkal is alá lehet támasztani. Ugye 2011-ig Oroszország első számú gazdasági partnere volt Németország, akkor váltja le a Kínai Népköztársaság, tehát Németország önmagában mind a kivitel, mind a behozatal tekintetében Oroszországnak körülbelül 10-11-2%-át tette ki. A német tőke az, amely hagyományosan legnagyobb mértékben van jelen Oroszországban, befektetésekben, érdekeltségekben. Tehát nyilvánvalóan a gazdaság, és ez a Karcsinak is válasz, a gazdaság nyilván abba az irányba nyomja, hogy itt valamiféle konszolidálódás alakuljon ki. Igen, valóban nagy hullámokat vert az a Vladivostokban adott interjú, amit ugye Ausztráliából visszatérve adott hosszasan. Én a szövegét láttam, olvastam az interjút, és hát a Merkelnek talán a napokban tegnap vagy ma van egy nyilatkozata, talán tegnap, hogy ugye Oroszország nélkül európai biztonságról nem lehet beszélni, és ebben tökéletesen igaza van. És hát, hogyha emellé oda teszem Amerikát, Amerikával az orosz külkereskedelem mind kivitel, mind behozatal tekintetében 4%-os. Tehát a teljes orosz kivitelnek kevesebb, mint 4%-a, és behozatalnak is kevesebb, mint 4%-át Amerikával. De ha Amerika felé nézzük, az még inkább, ez olyan 1% környékén. Tehát valóban Amerikának gazdaságilag ebben a történetben nincs vesztenivalója, az európaiaknak van, nyilvánvalóan leginkább a németeknek és más szereplőknek. Ez mind igaz,
Csak itt ugye van egy probléma, az a probléma, hogy az ukránok nincsenek már 50 millióan, 45 millióan vannak, és 603.000 négyzetkilométer volt addig, amíg a 27.000 négyzetkilométeres Krímet le nem szakították, tehát most a 600.000 alatt van a területük. Tehát ez nagy falat, hát Európa egyik legnagyobb államáról és legnépesebb államáról van szó, szóval az ő konszolidálásuk nem lesz olcsó feladat, de... Én amikor Ukrajnáról beszélek, mindig emlékeztetek arra a körülményre, hogy azokban a stratégiai ügyekben, ami szerintem a modern születőben lévő Ukrajna esetében kialakíthatja ezt az új modern politikai nemzetet, ami nem létezik, hanem éppen születőben van. Ráadásul úgy van születőben, hogy nincs közös történelmi emlékezete. Tehát ez a kísérlet, amely próbál a közös történelmi múltra visszautalni, az nem a konszenzus, hanem a disszenzust erősíti, mert egészen másképp ítélik meg nem csak a 20. századot, hanem a korábbi történetüket is. Na most szerintem itt van 3-4 olyan kérdés, amiben azért elég jól lehet látni az ukrán társadalom véleményét. Az egyik volt, hogy legyünk NATO tagok, ne legyünk, közeledjünk az EU-hoz, ne közeledjünk, milyen legyen az Oroszország politikánk, és a negyedik ez az emlékezett politika, hogy hol lehet valamiféle megegyezésre jutni, vagy jobb ezt egyelőre nem forszírozni. Most ezekből a szerintem fundamentális kérdésekből a 2000-es évek elejétől egyetlen egy olyan kérdés volt, ahol minden mértékadó mérés folyamatosan látványos többséget, időnként abszolút többséget produkált, ez az Európai Unióhoz való közeledés. Tehát az ukrán társadalom nagy része, többsége, időnként abszolút többsége azt választotta, hogy Ukrajna jövője az nyugaton van. Na most az én kritikám és aggodalmam az Európai Unió magatartásával kapcsolatban az azzal függ össze, hogy az Európai Unió valószínűleg ezzel a keleti partnerség programmal egy nagyon fontos kérdést nem döntött el magában. Én egyébként is az Európai Uniónak ezt a keleti partnerségét, miután jelentős politikai erőforrást és anyagi erőforrást nem telepített hozzá, nagyon kétértelműnek és kockázatos vállalkozásnak gondoltam, és amit nem döntött el szerintem, és bizonyos értelemben váratlanul érte őt ez a szituáció, ami novemberben kialakult, az az, hogy azért a cél Ukrajna tekintetében, hogy semmiképpen ne legyen oroszországé, mert ha oroszországé lesz, akkor Oroszország erősödik, vagy valóban az a cél, hogy átsegítsük Ukrajnát Európa nyugati felébe politikai és gazdasági értelemben. Ez két egészen másfajta stratégia és egészen másfajta magatartást és költségeket igényel. Na most szerintem, ha az a cél, hogy ne legyen semmiképpen oroszországi, akkor én azt mondom, hogy ez egy cinikus. Tehát én, aki nem vagyok politikus, aki nem politikai döntéseket hozok, hanem egy külső megfigyelő, akkor azt gondolom, hogy az ukránokkal talán ezt a történetet nem kellene eljátszani. Tehát, hogy ők csak eszközök legyenek egy olyan történetben, ami végül is nem róluk szól, hanem csak eszközé degradálja őket. Ha viszont az eltökéltség van mögötte, hogy át kell segíteni, akkor végig kell gondolni, mert hogy 2008-ban és 2010-ben is volt egy nagyon jelentős IMF segélykölcsön, az egyik 15, a másiknál is 10 milliárd fölötti, és mielőtt a teljes összeget át tudták volna utalni, le kellett állítani, mert az ukránok nem teljesítették azokat a feltételeket. Tehát itt valóban nagyon nehéz, hogy egy végtelenül korrupt, nepotista, rosszul irányított, szegény országot, mi ráadásul sokan vannak, szóval hogy lehet itt a keleti pampákról politikai értelemben valóban átsegíteni. És azzal pedig messze menően egyetértek, amit mond, hogy én kezdetétől emlékszem, hogy a krízis elején volt a pénzügyi kutatóban egy ilyen szűkörű találkozó, és én azt mondtam, hogy Oroszország mindent, ami a rendelkezésére áll, politikai és gazdasági eszközként be fog vetni annak érdekében, hogy ne engedje el Ukrajnát. Arra nem gondoltam, hogy a politikai és gazdasági eszközökön más eszközöket is, lásd katonai és egy ilyen furcsa, szégyenlősben nem vallott hibrid háborút is be fog vetni. Erre bevallom őszintén nem gondoltam, illetve Janukovics megbuktatásakor gondoltam, akkor éppen a Népszabadságnak adtam egy hosszú interjút, és azt mondtam, hogy amennyiben az Ukrajnában élő orosz közösséget átfogó és drámai excesszus érné, valami olyan atrocitás, akkor nincs kétségem, hogy az oroszok ezen túllépnek, de én ezt tragédiának gondolnám. Most a probléma az, hogy látva az eseményeket, a Krimben semmi olyan nem történt, tehát mondjuk ennyiben szerintem különbözik a grúziai történettől az ukrajnai történet, itt semmi olyan nincs, amiben belekapaszkodva, mert egyébként, hogyha meg kellett volna védeni az oroszokat, akkor azt a földnyelvet 500 speciális katonával le lehet blokkolni, és meg tudom védeni a krimieket, de ehhez nem kell
annektálni azt a félszigetet. Tehát itt az oroszokra való hivatkozás, megjegyzem, abban a 2,1-2,4 milliós krími lakosságnak 600 közép- és általános iskolája van, több mint 600, abból 4-ben folyt ukrán nyelven oktatás, az összes több ilyen oroszban folyt, tehát mondjuk ennyit az erőszakos ukránosításról. Tehát itt a dolgokat csak arra akarok utalni, hogy itt azért mégis van egy 45 milliós közösség, amelyiknek egy része azt mondta, hogy úgy nem akarok élni, ahogy eddig éltem Ukrajnában ebben a 20-valahány évben, és nem akarok úgy élni, ahogy élnek Oroszországban. Mert ugye láthatóan Oroszország is az elmúlt évtizedekben nem kevés pénzt nyomott. Ugye az oroszok mindig azt mondják, hogy az amerikai 5 milliárd dollárt nyomtak be Ukrajnában az elmúlt 22 évben, ami hát ugye nem sok, az évente 200-250 millió dollár, ami hát egy 40-45 milliós embernél nem nagy összeg. De ennél sokkal többet nyomtak bele az oroszok. Ott van a közös történelmi emlékezet, a kulturális, a felekezeti, millió rokonság. És nem vonzó az ukránok többsége számára az orosz modell. Na most a probléma tényleg ott van, hogy magára vegy, tehát van egy közösség, amelynek a többsége láthatóan így nem akar élni. Mert ha vonzó lenne az orosz modell, és nem csak pénzkérdése, hogy most én megveszem kilóra az ukránokat, hanem még ráadásul tetszik is, ahogy élnek az oroszok, akkor valószínűleg nem kellettek volna ezek a katonai eszközök. De láthatóan ez nem működik. Most itt van meglőve Európa, maga is váratlanul ért ehhez a helyzethez, hogy itt van, megkapta ezt a 45 milliós közösséget, egy hihetetlen szegénységet, lepusztulóságot, ami azóta is tart. Ráadásul van egy prolongált konfliktus, ami megnehezíti, hogy a működőtőke csak egy kicsit is gondolkozzon azon, hogy oda menjen, mit csináljon ezzel a helyzettel. Úgyhogy itt tényleg van egy geopolitikai szint, amit én nem akarok naívnak mutatkozni és azt mondani, hogy ez nem létezik. Ez nagyon fontos szint, de egy ilyen, hogy is mondjam, egy szociálliberális érzelmű emberként mindig arra gondolok, hogy hát ott vannak az ukránok, hát ők is gondolhatnak valamit az ő világukról. Tehát, hogy egy kicsit, ugye mindig az feszít erkölcsileg valahol, hogy igen, van ez a geopolitikai szembenállás, na de az jó érzésű, most még egyszer mondom, nem a nacionalista téboly rabjaira gondolok, akik jócskán vannak Ukrajnában, és önmagában ez is nagy problémát jelent, hanem azok a józanok, akik azt mondják, hogy hatékonyan irányított, nem korrupt, nem bürokratizált, modern Ukrajnában szeretnék élni, és ezt tartom célomnak. Velük mit csináljunk? Azt mondjuk, hogy hát coki fiúk, ez nem megy, ti oda tartoztok a keleti pampákhoz. Tehát, hogy a dolognak van egy ilyen dimenziója is, amitől sajnos nem tudok elvonatkoztatni, egyetértve azzal, hogy egyelőre, hogy mi lesz a deal, mi lesz az az üzlet, ami mégiscsak kompromisszumot tud kialakítani a kérdésben, ennek a körvonalit egyáltalán nem látom. Karcsihoz nem minden szempontból érkezett válasz a kérdésedre, Karcsi. Egyrészt azt hiszem, hogy teljesen igazad van-e az euroszkeptikus pártok összefogásáról, akik emögött a referendum, illetve bizalmatlansági akció mögött állnak. Viszont ne felejtsük el azt, hogy kiknek az érdekszövetségese ez. Oroszország. Na most ez egy olyan tanulási folyamat, ami Európa számára is evidenssé fogja tenni azt, hogy ebben az ügyben lépnie kell. Kettő. Németország, ahol abszolút tényleg egy nagyon komoly vita van arról, hogy most milyen politikát folytassunk Oroszországgal kapcsolatban, ez a vita tulajdonképpen egy gazdasági problémára épül, mégpedig ugye az energetikai ellátásokon. Németország az, amelyik talán világ első ebben a pillanatban az alternatív energiáknak a kikísérletezése terén. A legtöbb kísérlet ott zajlik, a legtöbb finanszírozás ott van, és nem véletlenül. Szerintem ez is egy német válasz arra, hogy hogyan tudjuk a jövőt úgy berendezni, hogy Oroszországhoz ne kelljen a nyílszállal kapcsolódni. Köszönöm szépen a beszélgető partnereknek, a Kovács Attilának és Elvira Zoltánnak, hogy itt voltak önöknek, és köszönöm szépen a részvételt. Oroszok még nincsenek a spájzban.